Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntjük az EVTN televízió nézőit a délelőtti kommunió adásban. 2024. július 12-én pénteken, Dalma és Izabella napján, Mórosz Tamás bodajki plébános atya vagyok, és nem jöttem ma egyedül, hanem elhoztam Horváth József nyugalmazott plébános atyát, aki itt lesz velünk a műsor egy részében, és fogadja ő is a kedves betelefonálók gondolatait, kéréseit. Biztos sokan ismerik, sok helyről ismerhetik József atyát, akinek köszönöm, hogy ebben a melegben eljött velem, és együtt szerkesztjük ezt az adást, együtt várjuk a kedves telefonálók kéréseit, kérdéseit. El is mondanám az élő adás telefonszámát, amin be tudnak telefonálni. Ez a 061-808-95-55-ös telefonszám, amely telefonszámot hívva velünk tudnak beszélgetni. Minden alkalommal el szoktam mondani, és most is elmondom, hogy Kegyhelyről érkezvén, bodajki segítő Szűz Mária Kegyhelyről érkezvén fontosnak tartom, hogy azon túl, hogy meghallgatjuk Önöket, kéréseiket szeretnénk elvinni a bodajki szűzanyához. Bizonyára mindenkinek van olyan nehézség, vagy éppen öröm az életében, amit szeretne Jóistennek odaadni, szeretne kérni, vagy hálát adni érte. Ezeket felírom, és nagyon szívesen elvisszük a bodajki szűzanyához, hogy ott imádkozzunk azokért a nehézségekért, amikről joggal szoktuk mondani, hogy hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg a egyik szép Mária imádságban, a szűzanyához fohászkodva. Szeretném még elmondani a közösség szolgálat elérhetőségét, amelyikben a EVTN televízióval kapcsolatban tudnak kéréseiket feltenni, üzenetet hagyni. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, és ékezet nélkül mondva az e-mail cím közösségszolgálat@evtn.hu. A bármilyen olyan kérésük van a televízióval kapcsolatban, akár műsorújságot szeretnének kérni, vagy támogatni szeretnék a televíziót, akkor ezen a telefonszámon, illetve e-mailen tudnak üzenetet hagyni, és kívánom, hogy legyen közös örömünk ez a televízió, amely sokakhoz eljuttatja a Jóisten szeretetét és üzenetét. Bennünk él még az a, jól emlékszem, 2 évvel ezelőtti hatalmas ajándék, amikor egy hetet az EVTN televízió Bodajkon töltött, a délelőtti műsorokat élőadásban, illetve az iva órákat, az esti szentmiséket és a búcsunkat sugározták azok a munkatársak, akikkel most is találkozhatunk, amikor ide érkezünk. Nagyon köszönjük ezt a találkozást, és olyan jó érzés, hogy bárhonnan érkeznek hozzánk Bodajkra, az ország bármely pontjából az arándok testvérek. Nagyon sokan elmondják, hogy láttuk az atyát a tévében, és ez nyilván nem a személyünkről szól elsősorban, hanem arról, hogy az EVTN televíziót mennyien nézik, milyen sok embernek akár ez az egyetlen egy lehetőség, hogy az egyház közösségében, a liturgiák közösségében részt vehessen, hiszen azok a testvérek, és különösen szeretnénk azokhoz szólni, akik életállapotukból, betegségből kifolyólag ágyhoz kötöttek, vagy nem tudnak kimenni a lakásukból, vagy éppen ez a meleg most nagyon megviseli őket. Szeretnénk velük lenni ezen a délelőttön, és nagyon bátorítom őket, hogy hívjanak nyugodtan, beszélgessünk, mondják el a kéréseiket, örömeiket, és ezeket mi szeretettel elvisszük a szűzanyához. Minden adást az imádsággal szoktunk kezdeni, minden adásunkat imádsággal szoktunk kezdeni, legyen ez most is így. A napi zsolozsma reggeli gyönyörű szép himnuszát szeretném elénekelni. Legyen ez egy kezdő imádság, és utána egy picit az imádságról fogunk még beszélni József atyával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten kimennek fénye vagy, és minden fénynek útfeje. Atyánk eget tart fenn karód, és mennyországot nyit kezed. Hajnal jön tűnnek csillagok, nyomukban bíbor hab fakad, s az égi szél gyöngy harmata új kereszt vízként földre hull. Eltűnik már az éj sötét,
Az ég homálya messze száll, Krisztust jelezve kelti már, a hajnal csillag a napot. Napoknak napja Istenünk, kinek fényében lát szemünk, egyedül vagy mindenható, Szent háromságban egyvaló. Megváltunk, búzgón kérlelünk, kik most előtt betérdelünk, Atyádat és szent lelkedet, hadd áldjuk szívből te veled. Amen. Ezzel a szép himnusszal indítjuk mai adásunkat, a kommunió adást, amelyben szeretettel várjuk a kedves tévénézők, hallgatók telefonjait, kéréseiket, örömeiket megoszthatják velünk, és ezeket szeretnénk elvinni a Bodajki Szűzanyához. Amint már mondtam, itt van velünk Horváth József atya, aki több helyen is szolgált, 2008-tól 12-ig Bodajk plébánosa volt. Én akkor kerültem 12-ben úgy mellé, hogy helyettes plébánosként elfogadott engem, amit nagyon köszönök. És nagyon örülök, hogy eljöttél, kedves József atya velem, hiszen 12 éve együtt élünk, és sok öröm van a szívünkben, amit együtt tudunk megélni. De van egy telefonáló, akit szívesen meghallgatunk, és lehet, hogy te fogsz tudni majd válaszolni neki. Szeretettel hallgatom az élőadásban, Tamás, hogyha vagyok. Hello! Köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsértessék Tamás, hogyha vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Sáruspatakról hívom az atyát. Nagyon szépen szeretem ezt nézni a műsorokat, mert én is egyedül lakom, 80 éves vagyok, a gyermekeim fent vannak Pesten, az unokák Pesten, és egyedül lakok úgy, hogy hát én, nekem ez a mindenem, hogy nem tudok elmenni a Sárospataki Erzsébet templomba, az volt mindenem, de viszont hát ez is úgy van, hogy nagyon szép miséket lehetett látni, vagy hallani. Hát szeretném, hogy az atya egy misét legalább mondana, értem, én azt kifizetem az egész családomért, férjemnek, ha 16 éve hirtelen az édesanyámék Károlyfalván laktak, Sváb községbe, mind a négy testvérem is meghalt. Egyedül vagyok úgy, hogy rá lennék úgy egy kicsit a jó Istenre, mert sokat imádkozok, rengeteget, sokat rózsafűzért imádkozom, élő, az élőkért is, a holtakért is, és hát így vagyok itt egyedül, ezért szeretném, hogy legalább egy misét mondana. Hát innen Sárospatakról vagyok, Lauverné, Marika néni, úgyhogy ha lehetne az egész elhunyt családtagomért, sőt még egy 3 hónapos gyermekünk is ott van a férjem mellett. Azt szeretném elmondani, hogy nem kell ezért fizetni, és sőt, ezt nem is engedném. Ennek tényleg az a szeretet ajándéka legyen, hogy itt a műsorban mi szeretnénk ezeket az ima szándékokat tényleg elvinni, és ne erről szóljon ez, hogy most fizetni kell ezért. Örülök, hogy betelefonált, és köszönöm ezt a kérését. Hagy mondjam, hogy József atya éppen most lesz 80 éves, esetleg egy pár szót szólnál, atya, hogy te hogy éled meg ezt a szép életkort itt, hát a közösségben. Aha. Én is 80. Na, József atya. Én is. Igen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki el megköszöntöm szeretettel. Atya, hogy úgy éled látom, meg a... Úgy hallom, hogy mind a kettőt 80 évet tapossuk. Igen, igen. Hát az emberben... Hát sok erőt, egészséget. Köszönöm az atyának szépen. Is. Az emberben van félelem is, meg öröm is, de inkább öröm, hogy ezt is megélhette az ember. És sok minden... Hát bizony. Sok minden van mögöttünk és előttünk, és hogy van mindig, miért kérni a Jóisten, mindent igen, oda igen, tenni, igen. Akár kérni, akár hálát adni,
Jóistenek, és érzi azt, hogy tényleg nem vagyok egyedül. Hiába van, hogy tényleg a családtagok kihaltnak, és már mellettünk nincsenek, de mégis ők ott vannak. Ahova is mi is igyekszünk a mennyországba, te oda is lehet könnyűdögni ér hozzájuk, hogy drága testvérem, te, aki már ott vagy, jár közben értem, add, hogy én is erős legyek, add, hogy én is kérdemeljem az örök életet, és oda kerülhessek, és találkozhassunk, és akkor milyen jó lesz együtt lenni megint, és akkor már nem kell félni semmitől sem, mert már jó helyen vagyunk, és oda igyekszünk mi is. Tehát, és ezt, amit itt a Földön kell kérdemelni, értelem meghozni az áldozatokat, tudni lemondani, tudni örülni, és hálát adni mindenét Jóistennek, és kérni az ő segítségét, mert itt van az, hogy tehát nem vagyunk egyedül, ő bennünk él, bennünk szeret, bennünk szenved, és így akar bennünket erősíteni, és akar bennünket segíteni, és ezen keresztül tudunk is kitartani, tudunk aztán tényleg megérni az örök boldogságra. Köszönjük szépen József atyának ezeket a kedves szavakat, és köszönöm Marika néni, hogy telefonált. Elviszik önt, a családját, az elhunyt családtagjait, és a szép életkorát is a Bodajki Szűzanyának, ajánljuk föl magunkat és egymást. Igen. A szép városból. Igen, szép napot kívánok, szép és vigyázzon. Igen. Vigyázzon magára. Igen. Hát itt lakott, vagy itt született. Hogyne. Nagyon szép templomok van, mi kisfapok voltunk akkor. Voltunk egy gyönyörű szép, igen, emlékszem, egy gyönyörű gótikus templom maradványok, vagy templom belső maradt meg, úgyhogy sokkal, mert egy picit messze van, de ez a szép ebben az országban, hogy egy közösség vagyunk, és így a telefon, a televízió összeköt bennünket. Köszönöm, hogy telefonált. Ezt köszönöm, hogy a gyerekek ezt a tévéműsort megcsináltatták, hogy tudjam nézni a miséket, ez a mindenem, meg a rózsafűzér. De jó. Na, mindenek jelmen, Isten áldja, viszonthallásra. Isten áldja. Köszönjük a telefont. Kicsit József atyáról szeretnék még mesélni, mert 2012-ben, amikor oda kerültem Bodajkra, akkor 16 falu plébánosa lettem, és nagyon köszönöm, hogy akkor 28 évesen az akkori 70 pár éves atya elfogadta azt a nagy alázattal, elfogadta azt, hogy az ember fiatalként hát plébánosa lett, vagy plébános társa lett, munkatársa lett, és hát azóta szeretetben próbáljuk megélni a napokat, és nagy ajándék egy idős atya a háznál, most ezt a szó legszebb értelmében mondom, mert olyan sok embernek tud a gyóntatásban, a beszélgetésben időt szakítani, rájuk figyelni, és hát van benned egy, így mondom, akkor így szembe ülve, hogy van benned egy hatalmas jóság is, amit sokan megéreznek, és nagyon szeretnek téged. Akárhol szolgáltál az életben, ezekről majd mesélünk egy kicsit, ott mindenhol olyan jó szeretettel gondolnak rád. De van egy újabb telefonáló, akit hallgatunk az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága Tamás, atya, önt nagyon régről ismerem. Tatabányán tetszett lenni 11 néhány évvel ezelőtt. Igen. Biztos, hogy nem tetszik rám emlékezni, de én emlékszem atyára, hogy hogy segített nekem, amikor bajba voltam. Mi itt laktunk a templom mellett egy ilyen üzletbe, és mellettünk volt egy kocsma. Tudom, és emlékszem önre is. Zsűrök voltak, igen. Akkor a Tamás atya mondott értünk egy szentmisét, és azt mondta, hogy figyeljen meg, hogyha kérem a Jóistent, hogy évek, akár napok, akár hónapok múlva valami fog velünk történni, valami jó. És tessék elképzelni, akkor én azt nem hittem el, hogy öregségünkre a férjemmel nekiálltunk építkezni. A férjem is már jóval túl volt a 70-en, meg hát én sem vagyok fiatal, és felépítettük ezt a házat, amiben most lakunk. Csak hát eléggé rossz állapotban vagyunk, ugye én 10 műtéten vagyok túl, 3 éve műtöttek hasnyálmirigy problémával, és talán a Jóisten azért mentett meg, hogy a beteg férjemet tudjam ápolni. Csak nem nagyon van türelmem, az a baj. Templomjáró vagyok, gyónok áldozok Attila atyával, és nagyon jó viszonyban vagyunk, ő szokott nekem segíteni. De olyan régen készülök már, hogy meglátogatom Tamás atyát, mert olyan sok szépet, jót kaptam öntől, és
annyi segítséget, lelki segítséget, hogy még se tudom hálálni, és mondtam a fiúknak, hogy ha elhisznek egyszer Tamás atyával személyesen találkozni, mert a misivel szoktunk beszélgetni a misivel, Tamás atyával kapcsolatban. Tamás atya, olyan nagy kérésem lenne. Tessék parancsolni. Segítsen nekünk, imádkozzon értünk, mi is imádkozunk önért. Imádkozzon értünk, hogy kicsit tudjunk még boldogulni, hogy tudjunk a gyerekeinkkel segíteni, mert én még mindig az üzletben dolgozok, holott beteg vagyok. De most ez a meleg annyira megvisel bennünket, és türelmetlen vagyok, izgága vagyok. Sokszor a férjemmel is olyan nyugtalanul, igazságtalanul bánok, de egyszerűen ki vagyok idegileg már. Igen, igen. 3 éve műtöttek, és nehezen jövök rendbe, különben is ilyen krónbeteg vagyok, ilyen bélbeteg, nagyon nehéz. Hogy a jó Isten, hogyha már megtartott, gondolom azért tartott, hogy segítsek még a betegen, vagy a másik társamon. 55 éves házasok voltunk, és hát kötelességem őt is ugye ellátni, hogy adjon nekünk a jó Isten erőt, meg erős hitet, hogy tovább tudjunk boldogulni, vagy át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot. Imádkozzon értünk, drága atyám. Köszönöm, hogy mondom, igen. Atya, igen. Ahogy segített, az egyszerűen, ha elmondom valakinek, nem hiszi el. Hogy az imának, meg a szentmisének milyen ereje van. Aki nem vallásos, az ezt föl se fogja. Igen, emlékszem önökre, emlékszem, és szép igen. Emlékeim. Igen, hogyne, tapéta volt, jól emlékszem? Igen, igen, látni, igen, drága. Igen, és hogy köszönöm a telefont. Sokszor az ember nem is gondolja, hogy egy-két szavával, vagy gondatával mennyit tud adni, vagy hogy tud adni, és hogy nagyon szép igen. Élményeim, vagy emlékeim vannak Tatabányáról, azért 5 évet ott élhettem, ott nagyon éltem önökkel. Nagyon szerettük, Tamás, köszönöm, minden atya értékes, és az a jó, az hogy, is nagyon jól hogy, meg az a jó hogy kiegészítjük egymást is, igen, és ez igen. Így nagyon szép. Köszönöm a telefont, és elvisszük ezt a kérést is. Azt gondolom, hogy ebben a melegben. Az embernek könnyebben elfogy a türelme, és olyan szép dolog ezt kimondani Jóistennek is, hogy Uram, bocsáss meg, mert nincs erőm jobbnak lenni, sokszor türelmetlen vagyok, és igen, nagyon szép, igen. Amikor az ember ezekkel őszintén szembenéz, igen. És azt mondja Istennek, hogy segíts rajtam. Úgyhogy igen. Köszönöm szépen, elvisszük ezt a kérést is, és nagyon sok kegyelmet kívánok, sok erőt még a munkához is, meg a családi állapotokhoz is. Köszönöm a telefont. Nagyon szépen köszönöm a szívességét. És meg fogom látogatni, köszönöm, mert várjuk, tessék csak jönni. Már Bodajkra. Remélem, otthon leszünk, mert az egy kicsit nehezebb, hogyha mi is itt amikor vagyunk. Amikor oda helyezték az atyát, akkor annyira sajnáltuk, azt hittük, hogy egy ilyen kietlen akármilyen helyre kerül, ahol boldogulni kell, és egy csodálatos helyre került. Köszönöm, és hát igen, nagy ajándék. Meg a József atya is, hogy mindig papi közösségben élhettem, élhetek, ez nagyon-nagy ajándék, és ez nagy-nagy kegyelem. Úgyhogy várjuk szeretettel. Van egy újabb telefonáló, és szeretnék, hogy ő is szóba kerüljön, vagy a műsorba kerüljön, hogy elköszönök. Semmi gond. Nem, jó volt beszélni, csak hogy a következő telefonáló is túl tudja. Köszönöm, de kedves. Köszönöm. Dicsértessék Jézus Krisztus, viszont hallásra. És hallgatjuk az újabb telefonálót az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, atyám. Mindenek. Hát egy nagyon, nagyon régi emlékem van, most elfelejtettem az évszámot, hogy mikor voltunk mi Bodajkon, akkor még a régi állapotában volt, az Ertőméter bíboros úr volt ott a szeretetlen találkozón, és a Róna Gábor atya tartotta a szentségimádást, és a szentségimádás közben kérlelte az engedélyét a szeretett lánynak. Tehát ez akkor volt még, mikor az szeretett láng nem volt igen, engedélyezve. Igen. Hát most én nekem odáig visszajut az emlékem, nagyon szép volt, nagyon jó volt, és akkor egy olyan kis idilt elfelejtett mesélni, hogy úgy olyan szomorodott, hát én legalább, hogy
Hát az atya, a bíboros úr nem válaszolt, mindjárt tudom, hogy nem lehet, ezt meg kell tárgyalni, ezt el kell jutni. És ahogy jöttünk ki, akkor ilyen kert volt még, jöttünk ki a kapun, és gondoljon bele, hogy gyönyörűen sütött a nap, és elkezdett esni az eső. És erre én nem ismerős körbe jöttem éppen ki, de tudtam erről, hogy szokták mondani, ha gyönyörűen süt a nap, és hullik az eső, a szűzanya sír. És egyszer a kis csoport, aki előttem ment, mondja, sír a szűzanya, azt mondja. Hát most ez egy, lehet valóság is, mert ugye most egy olyan témáról volt, hogy a szeretetlen elfogadása. De hát az emberileg mi csak ilyen találmányokkal jelentünk. Most ebből visszatérve eljutok odáig, amikor magával találkoztam az adásban, Bodajkon. Hát kicsit meglepődtem, úgy, ahogy maga is aztán később elmondta, hogy olyan komor fiatalember. Atyám, mondom. Hát és akkor egyszer csak mondja jám, hogy bemutatta a létszámjukat, és mondja, hogy többi még mosolyog, csak még én nem. De aztán most azóta mindig mosolyos az arca, és örülök neki. A másik óriási nagy kegyelem, amit kapott a Jóistentől és a szűzanyától. Ezt a helyet én nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon hangsúlyozom az István királyunkat. Azt, és ugye úgy tetszett mesélni, vagy mondani róla, hogy oda jártak a templomba, meg mit tud. Na hát, én nekem egy kiemelkedő dolog, ez a Bodajk. Ha megemlítik, hogy Bodajk, akkor nekem nagy dolog. És mint maga ennek a Bodajknak a papja, nem tudom most pap, vagy milyen szituációban van, de gratulálok, örülök neki, én hiszem, hogy olyan kézben van ez a dolog, aki szinte nagy erővel és szeretettel végzi a munkáját. Most erről ugye bebizonyítva, hogy elfogadja a kéréseket, hogy a Bodajki szűzanyához. A jó Isten áldja meg magát, az összes dolog, vagyis benne levő személyzetet, aki mind ezért a dologért küzd, hogy az életünk, az országunk a teljes mértékben a szűzanyánké legyen. Mert ugye ő bevállalta Magyarországunkat. És van időre még egy kis imát elolvasnom? Volt egy telefonáló, nem tudom most van-e egy telefonáló vonalban, ezt kérdezem a stúdióból, de van egy telefonáló, úgyhogy hagyd kérjem meg, hogy szóljon más is, és akkor nyugodtan hívjon vissza egy kicsit később, mert biztos lesznek olyan időszakok, amikor... Jól van. Jó, köszönöm, de hagyd köszönjem meg, mert olyan kedvesen szólt hozzánk, hogy... ez meg vidámmá tette a napunkat, és ezt szeretném megköszönni a kedves szavait. És akkor meghallgatjuk a következő telefonát. Köszönöm. Nagyon szívesen. Dicsértessék. A következő telefonálót hallgatjuk az élő adásban. Tamás, hogyha vagy, dicsértessék. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenképpen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mind a két atyát, különösen Tamás atyát, biztos emlékszik rám, múlt csütörtök. Haló. Elment a telefonvonal, igen, úgyhogy a telefonálót most nem halljuk, úgyhogy szeretném kérni, hogy hívjon vissza bennünket, mert valamiért megszakadt a vonal. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, György lesz, aki telefonált, mert volt nálunk valóban csütörtökön egy úriember Pécs környékéről, és hitoktatóként meglátogatott bennünket. És pont egy olyan alkalommal jött, amikor a hittan táborosainknak volt egy nagyon szép ünnepi szentmiséje. Otthon voltunk a felsős táborosokkal, és nagyon szép volt az a nap, örülök, hogy pont úgy érkezett, hogy tudtunk találkozni, beszélni.
József atyához szólnék, illetve tőled kérdezném, mert a kedves testvéred, nővéred Mónika, a Szeretett Láng mozgalom egyik irányítója vagy ottani ima csoportnak vezetője. Te hogy éled meg ezt a Szeretett Láng mozgalmat, ami most már egy elfogadott mozgalom lett? Egy pár szóval, mert aztán közben van egy telefonáló, de szeretném, hogyha egy pár szóval beszélnél a Szeretett Lángról, hogy... Hát örülök neki, hogy ez most létezik, és él, és működik, és hogy tényleg lehet benne részt venni, és tényleg tudunk egymáshoz segíteni. Akik segítségre szorulnak, tudnak hova fordulni, tehát ez is nagy dolog, nagy kegyelem, hogy van ilyen lehetőség. És én is hálát adok ezért a Jóistennek, és kérem azokat, akik bizalommal vannak, hogy nyugodtan merjenek odafordulni, és kapnak feleletet, és a Jóisten mindig tudja azt, hogy kinek és hogyan kell valamit mondani, vagy bátorítani, erősíteni, és akkor megkapjuk a kegyelmet, megkapjuk a választ, amire kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy én is ezért adok hálát a Jóistennek, és köszönöm meg ezt a lehetőséget. Akkor meghallgatjuk a telefonálót, mert az élőadásban újra itt van valaki velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekkel! Tamás atya, nagy szeretettel köszöntöm József atyát is a születésnapi alkalmából, és önt is a Bodajki Szent Szűz anyához kéréssel. Tessék parancsolni! És hálaadással szeretnék fordulni, hogy a családomnak igaz megtérést és szabadulást a fiamnak is, akinek szüksége van rá, és az ő üdvösségükért, a magamért, és meghalt hozzám tartozóért a szentmisét. Nagyra értékelem a szentmisét, mert a tévébe is mindig nézem, és úgy gondolom, hogy az a legszebb imádság, és kedves a Jóisten előtt, és kérem szépen az imáját nagy szeretettel és köszönettel. Köszönöm, hogy kért bennünket, és hogy valóban a szentmisében meg imádkozhatunk egymásért. Szeretnék egy szóra visszatérni, mert nincs most születésnap atyának, decemberben lesz majd 80-dik, csak ez az év olyan szép, Attila atya is 50-dik születésnapját fogja ünnepelni novemberben, József atya 80-at, úgyhogy biztos, hogy nagyon szép év lesz nekünk, amelynek az év végén november és decemberben fogunk majd ünnepelni, de köszönöm, hogy ilyen figyelmes, és ebből a szempontból is köszönt bennünket, köszönti atyánkat. Valóban a szentmisében az a legszentebb imádság, amelyből tudjuk azt, hogy maga Jézus parancsba adja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és az egyház életének legszentebb pillanatait éli meg, amikor a szentmisében Jézusban, Jézus által dicsőíti a Szentlélek Úristen kegyelméből a mennyei atyát, és hogy ebben hallgattatik meg legtökéletesebben minden felajánlás, imádság, maga az életünk felajánlása is ott történik. Én József atyánál szeretem azt, hogyha még szabad egy kicsit beszélgetnünk, hogy látom, hogy nagyon sok minden megszűnik az ember életében, vagy lecsökken, leegyszerűsödik, sajnos a látása miatt már nem tud olvasni, talán ugye a külső dolgok is, az ingerek is egyre értéktelenebbek, de a szentmise az nagyon fontos, és minden reggel azzal kezdjük, hogy ma mikor lesz szentmise, hol leszünk, hova megyünk. József atya, tudsz a szentmiséről egy-két szót mondani, hogy mit jelent neked a szentmise áldozat? Hát, nagyon köszönöm, és valóban a maga tény, hogyha nem is tudok úgy olvasni, de mondhatom a szentmisét meg segítséggel, meg amit másnak kell mondani, én is együtt mondom vele, és ez békét ad a szívembe, hogy érvényes misében van, és tudom olyan élőkért, oltakért, tehát így vagyunk egyek a szentmisén keresztül, és érezzük azt, hogy a Jóistennek így van terve velünk, így szeret bennünket, és ad lehetőséget arra, hogy meglegyen ez az összhang, ez a találkozás beszédben, és akkor érezzük, hogy a Jóistennek terve van velünk. Jóisten tényleg szeret, és a nézőkeken keresztül is erőt ad, hogy elfogadjuk, hogy igen, mondjuk ne a mérteket keresjük, hogy most a Jóisten miért engedtem, Uram, te tudod, legyen a takaratod, ezt is felajánlom, ezt is oda teszem, mint eszközt, és akkor áldozat termi meg a gyümölcsét. Köszönjük szépen, és akkor elvisszük az imádságát, a kérését. Igen, köszönöm. Egyelmet kívánunk. Unokám, két dédunokám és négy gyermekem élő. Isten áldja meg, köszönöm szépen. Isten áldja, dicsértessék mindenekkel, köszönöm szépen.
Egyébként hagy tanúságot is hagy tegyünk arról, hogy papként az ember életének központi lételeme, vagy lényege a Szent Mise, amely nyilván azért egy rituálé tulajdonképpen, egy külsőségekben megmutatkozó vallási szertartás, de pont ez a lényege, hogy ennél sokkal több, hogy nem csak egy ilyen kötelező elem, hogy ezt ha megcsinálod, akkor vagy jó katolikus, vagy jó pap, hanem egy olyan szeretet áldozat a találkozás az áldozat szeretetében, vagy a szeretet áldozatban, Jézusban, Jézus által, amiben az ember, és most tényleg olyan jó látni, hogy szenté avatják ezt Carlo Acutist, ezt a fiatal gyermeket, aki talán bennünket, felnőtteket is felráz arra, hogy mit jelent a szentség Jézussal való találkozás, hogy a kenyérben az ember kézbe fogja az Istent, és ott van önmaga is a felajánlott áldozatban. Nagyon nagy ajándék ez. Van azonban egy újabb telefonáló, akit szeretettel köszöntünk az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Irénke vagyok, Karancságról. Szeretném a József atyát is kérni egy pillanatra. Tessék parancsolni! Hogy erőegészséget kívánjak neki, a Budalti és Tűzanyag segítse őtet. Továbbra is szolgálatát, nem tudom, 50 évese szolgálata, vagy hanem már több lehet, de erőt, egészséget kívánok neki, sok boldogságot és születésnapot kívánjak novemberben. Jó Isten tartsa meg erőben, egészségben! 56. papi szolgálatodban vagy, József atya, és egy kedves telefonáló köszöntött, biztos jó érzés látni, hogy itt vagy, és szeretet sugárzik belőled. Mit üzensz a kedves telefonálónak? Az, hogy bízzon a jó Istenbe, hogy tudja vele mindent megosztani, örömet, bánatot, mindent, és ne csak mindig a kérés legyen, hanem a háladás, ne tudni megköszönni a legkisebb dolgot is, mert mégis csak a jó Isten, aki előtt a dolgok nehézségek elviseléséhez, örömökként pedig a háladás. Ne felejtsük el hálát adni, mindent megköszönni, és akkor lesz egy, érezzük, hogy könnyebb. Így igaz. És Tamás, hogyha szeretném önhöz kérni egy imát. Tessék parancsolni, hogy a lányom munkahely keresése sikeréért szeretném a szűzanyának átadni. Mert most fog egy másik munkahelyet keresni, és most voltunk ott két hete náluk, és akkor nagyon nagy bánata volt, hogy elveszítette a munkahelyét. Meg a két unokámért, a Bálintkáért, meg a kislányáért, meg a férjéért szeretnék imát kérni. Elvisszük ezeket a kéréseket, és köszönöm, hogy ezeket is elmondta, illetve köszöntötte nagyon József atyát. Szívesen. Sok kegyelmet kívánok, erőt, egészséget kívánok öröknek, a Szűzanya, Isten áldjon. Dicsértessék Jézus Krisztus! Nem tudom, van egy telefonáló a vonalban, az előbb volt valaki, aki telefonált, de akkor most szabad a vonal. El is mondanám az élőadás telefonszámát, amin tudnak velünk beszélni, imakéréseket megfogalmazni, vagy bármilyen kérést, amiben tudunk segíteni, meghallgatni egymást. Ez a 061-808-95-55-ös telefonszám. Ha pedig az EVTN televízióval kapcsolatban szeretnének észrevételt tenni, kéréseket megfogalmazni, a közösség szolgálat telefonszámán tudnak üzenetet hagyni, illetve a kollégákkal beszélni. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve ékezet nélkül az e-mail címet mondom, közösségszolgálat@evtn.hu. Itt vagyunk József atyával, és köszönöm, hogy már most ilyen sokan köszöntették őt, ki ma szándékokat fogalmaztak meg, továbbra is buzdítom önöket, hogy legyünk együtt ebben a mai délelőttön, hiszen a nagy melegben sokan gondolom otthon vannak, és próbálják átvészelni ezt a nagy meleget. Biztos nagyon megterhelő a szervezetnek, főleg időskorban ez a meleg. Nagyon köszönöm József atyának, hogy azért majd korai ébredés volt, hogy ide érjünk, nem vagyunk annyira messze, de nyilván fölébredtünk, még a reggeli készülődés, szentmise imádkozás volt meg a mai napban. De nagyon köszönöm, hogy ilyen szép kort lassan megélve
aktívan részt vesz a plébánia életében, és segít bennünket a gyóntatásban, a közös gondolkodásban, az együttmisézésben is. Hát azért hagyd mondjam el, hogy azért az ember a testi nehézségei, a gyengülő test mellett azért a lelkében örökre fiatal tud maradni, és azért József atya idén voltunk tavasszal, februárban, hát egy jó 8 kilométert legyalogoltál velünk a Bakonyban, egy nagyon vadregényes szurdokban, amit hóvirágtúrának hívtunk magunk között, mert nagyon szép helyeken voltunk, és eljöttél velünk, és láttam, hogy élvezted a szép tájat, nagyon tetszik, vagy nagyon örülök, hogy nekem is, hogy tudod élvezni, és tudod gyönyörködni mindenben, ami nekünk is érték és ajándék ebben a világban. De van egy telefonáló, akit szeretettel köszöntünk az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm mind a két atyát az adásban. Ági vagyok, és azt szeretném megköszönni Tamás atyának, hogy példaként is elhozta, hogy az idős atyát ide a stúdióba, hogy lehet szeretetben élni. És amit én szeretnék kérni a segítő Szűzanyától, hogy mindenkinek, aki az idős atyákkal foglalkozik, a Szűzanya eszközöljön ki ilyen lelkületet, amivel atya is rendelkezik, hogy szereti és tisztelje az időseket. És azt szeretném kérni, hogy otthonunkért és miértünk is a Szűzanya járjon közben, és hogy ilyen szép, nyugodt életben élhessük egymást össze ezt az életünk utolsó napjait. Ezt szeretném kérni. Köszönjük szépen. Mert jobb atya is van az otthonunkban, és szeretnénk, hogyha ők is ugyanígy élhetnének az utolsó időszakokban. Úgyhogy imádkozunk és köszönjük azt, hogy van ön nekünk, és a segítő Szűzanyának közvetíti a kéréseinket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy elmondta. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért nyilván én is sokszor biztos türelmetlen vagyok, vagy nem vagyok annyira figyelmes József atyához, amiért kérem a Jóisten bocsánatát is, és de azért nagy ajándék nekünk is, hogy együtt vagyunk, hogy az ember nincs egyedül, meg hogy van kiről gondoskodni. És én tényleg ezt kívánom minden idős atyának is, hogy találja meg azt a fiatalabb testvért, vagy közösséget, ahol az ő szolgálatát befogadják és fontosnak tartják. Mert nyilván eljön egy kor, amikor már nehezebb a lelkipásztori gondoskodás, a vezetés egy plébániának. De hát olyan sok minden másban pedig ott vagyunk egymásnak, hogy a meghallgatás, az imádság. Úgyhogy köszönöm, hogy ezeket elmondta, és elvisszük ezt a kérést, illetve amit kért a lelkület ápolását, hogy alakuljon ki sokakban. Köszönöm szépen, szép napot. Dicsértessék Jézus Krisztus. És van egy újabb telefonáló az élőadásban, akit szeretettel hallgatunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Atyám, én vagyok az, aki az imádságot el szeretném olvasni. Na, akkor hallgatjuk szeretettel. Köszönöm. Égi édesanyám, oltalmazd meg Magyarországot, bíborosainkat, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat. Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni a Szentlélek ereje és világosság által, add meg az élőid kegyelmét, hogy ez az ország, Mária országa, te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől, és vezess el bennünket Szent Fiathoz, Jézushoz. Ez az ima volt, amit mindenáron szerettem volna elolvasni. Hát nagyon köszönjük. Már csak azért is köszönöm, mert olyan sok szó esik a papokról, papságról, hogy hibák, nehézségek, fájdalmak, de egy olyan szép dolog, amikor arról teszünk tanúságot, hogy bizony imádkozzunk a papjainkért, az előjáróinkért, főpásztorainkért, mert azért nagy a teher, nagy a felelősség, és nagy szükség van arra a kegyelemre, hogy bölcsen és bátran kormányozzák, és nyilván kisebb szinteken mi is egy plébániát vezessünk. Úgyhogy köszönjük szépen.
hogy elmondta. Ennyi lenne, atyám, Isten áldásával elköszönök, hogy más köszönöm. Is tudjon. Nagyon köszönöm, mert van is valaki a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És hallgatjuk a következő telefonálót az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Atyám, én egy nagy válaszot szeretnék elmondani. A fiam meghalt. El volt üdülni, annyira készült erre az üdülésre. Hazajött, elment dolgozni, ezt a munkáim meghalt. Röpülőt kértek neki oxigént, az tök jót volt. Azt mondta, hogy nincs rá szükség, ez másnap meghalt. Hogy lehet élni? Nem tudok elmenni. Ez most kinek a felelősség, ilyen emberek ének közöttük. A bőröngyit is össze-vissza dobálták, az egyik füle teljesen el van törve. A másik filálók, milyen van emberek, dolgoznak ott is, hogy így váltak az ember. Picit most rosszul halljuk Önt, nem is nagyon értem, amit tetszik mondani, de kicsit olyan felháborodást is érzek a szavaiban a fájdalom mellett. József atya esetleg egy pár szót szólnál, hogy egy ilyen nagyon nehéz helyzetben mit lehet mondani, amikor egy édesanyja a fiát gyászolja, és hát nyilván fájdalom van a szívében a körülmények kapcsán. Először is az, hogy ez nagyon kell bízni. Nincs vége az, hogy egy gyermek meghal, nem jelenti az, hogy akkor vége mindennek. De éppen akkor neki akkor kezdődik. És lehet, hogy már éppen az, hogy már most boldog, mert találkozott tövével, és nem találkozott a Jóistennel, tehát jó helyen van, tehát nem most semmibe ment, hanem valakihez ment, és találkozott tövével, szeretteivel, tehát nincs egyedül. És akkor ott folytathatja az együttlétet, a szeretetet, és hogy tudják egymásnak megköszönni, szedégieket, a sok kegyelmet, sok segítséget, szeretetet, és hogy tehát itt van az, hogy a szeretet, az soha nem tűnik meg, az örök. És ez, ami kell, hogy vigasztalja azt, akinek el kellett hagynia, el kellett távoznia, hogy előbb-utóbb mégiscsak viszont látják egymást. Tehát nincs a halála, nem lezárul az élet, hanem megnyílik egy másik kapu, az örökélet kapuja, ahol örökké van élet és boldogság. Tehát akkor ott folytatódik, és oda tud segíteni, tud közben járni, és akkor így tudnak egyek lenni, tudnak erősséget sugározni, kapni, adni, és így tudni be küldetésüket. Sok erőt kívánunk, ez biztos, hogy egy olyan fájdalom, amit nem lehet földolgozni azonnal, vagy talán sohasem. De nem érdemes visszanézni a helyzeteket, hogy miért történtek dolgok, mert az embert ez csak úgy még jobban lefele nyomja. Így van, elfogadás. Az elfogadás. Akkor is bízok benned, és tudom azt, hogy lesz folytatás és lesz találkozás. Úgyhogy ez a legfontosabb. Sok erőt is, imádkozunk Önért is, meg természetesen az elhunyt gyermekért, fiúért. Igen, igen. Jóisten, adjon örök nyugodalmat. Viszonthallásra. Dicsértessék. És van egy újabb telefonáló, köszönöm a türelmét, egy nehéz helyzet volt ez. Hallgatom az élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Semmi baj, dicsértessék a Jézus Krisztus. Atya, én vagyok György. György, igen, mondtam is utána. Megszakadt a vonal, hogy még egyszer szeretném a hálámat kifejezni, és egy tanárnővel itt összefutottam, és mondja, hogy hát az magyar, aki legalább egyszer Csíksomlyón volt. Uh-huh. Mondom, én akkor meg úgy fogalmazom meg, hogy a kereszténynek pedig az az igaz, aki minél több kegyhelyet látogat meg, Mária kegyhelyet, és aki elmegy Bodajkra, mert ez annyi pluszt ad, hogy azt elmondani nem lehet. Most megyek 25-én Medjugorjeba, de az ősszel szeretnék Önökhöz visszamenni, hogy
Itt van? Itt, igen, elnézést hallgatom önt, igen. És szóval nagyon szép volt ez a nap. Az Attila atya, az Orabecki atya tartotta a misét. Ha jól emlékszem, akkor ő volt az nap, igen, talán. Csütörtökön jött hozzánk, igaz? Csütörtökön. Igen, atya volt, Attila atya volt, igen. Köszönet a nevében is, és atya, szeretnék valamit kérdezni. Én Kármelita harmadik vagyok, imádkozok egy papért, aki csak annyit tudok, hogy László, évek vagy évtized óta. A másik meg, imádkozom a papokért a Gobi atya cenákulumát. Erről nem tudok semmit. Az atya tudna bővebb földvilágosítást adni, hogy én ez az egyházi mozgalom, vagy mit van bele. Hogy ez is a papokért, ugye a szűzanya üzenetei a Gobi atyán keresztül, hogy tudná ebben nekem segíteni? Én őszintén megmondom, hogy még nem is hallottam erről, ez valószínűleg az én hiányosságom, vagy tájékoztatlanságom, de nem hallottam, arról hallottam, és ez maga már kis Szent Teréznél megjelenik a Kármelita lelkiségben, hogy a papokért való imádság, akár látatlanul is, hagy mondjam el én is örömmel, hogy van magyar széken egy nővér, akivel kis papkorom óta úgy ismerjük egymást, hogy soha nem találkoztunk, de imádkozunk egymásért. És, szabad kérdeznem, hogy igen. Ki ő, mert én oda járok. Nem szeretném elmondani, mert ez a mi... Nem? Bocsánat. Hát bocsánat, nem, lényegtelen abból a szempontból, igen, hogy most igen, mondok igen, egy nevet, igen, ez igen. Nem mond senki, nem biztos, értem, hogy ettől tudom. Pont ez a szépség ennek, hogy én se ismerem igen. A nővért, egyszer talán lehet, hogy valahol láthattam, vagy találkoztam, de pont értem. Ez volt a lényeg, hogy amikor 5 éves kispapok voltunk, vagy 6 évesek, tehát végzősök, akkor felkínálta igen. A spirituális atya azt a lehetőséget, hogy név nélkül, tehát csak a keresztnevünket tudja a nővér, értem. Mi pedig a nővérért, mint papként fogunk imádkozni, és ez a kapcsolat megmaradt. És hogy azt mondom, értem. Hogy karácsonykor szoktunk egy pár sort érni, de nem találkozunk, nem az a lényege, hogy mi tudom én, ismerkedjünk, vagy találkozzunk, hanem az a lényeg, hogy imádkozzunk érte. És én köszönöm igen, a hívek igen. Részéről is, hogyha van olyan imádság, amikor nem az a lényeg, hogy most én minden áron találkozzak vele, vagy megismerjem őt, hanem hogy én láthatnál is valakiért egy papért imádkozom, felajánlom szenvedéseimet, nehézségeimet. Úgyhogy ez egy szép mozgalom lehet, hogyha ez az üzenete annak, hogy a papságért imádkozzunk. És köszönjük szépen ezt a fajta imádságot. Jó, és akkor az egész papságért meg imádkozom tovább a cenákulumot. Köszönjük és szépen. Majd talán kapok valami plissét róla. Köszönöm, bocsánat, nem ismerem, de biztos, hogy szép és értékes dolog lehet. Úgyhogy várjuk őt, jön. Remélem, itt tudunk igen. Akkor is találkozni. Nem írtam föl buta fejjel, hogy lesz olyan, amikor a székesfehérvári atya is, meg előtte egy másik püspök atya. Szeptember, hogyha a szabad egy kis reklámot csinálunk, a legnagyobb igen. Ünnepünk a Mária napi búcsú, ami idén szeptember 14-15-én lesz. Jól mondtam? Bocsánat, igen. Most hirtelen meg kell néznem a naptárat, mert hirtelen is megkeveredtem, hogy nehogy rosszat mondjak. Tehát ez a Mária igen. Neve napja utáni szombat-vasárnap, és azt már is megnézem igen. Egy pillanat, mert igen, jól mondtam, szeptember 14-15, szeptember 14-én dr. Veres András győri megyés püspök atya fog jönni szombat este 7 órakor az ünnepi szentmisét imádkozni, igen. Amelynek körmenet és szentségimádása vége, vírasztás. Oh. Vasárnap 10:30-kor pedig Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök atyánk igen. Jön. És ez a hétvége egy különleges hétvége lesz a Mária napi búcsunk kívül, mert a Magyar Szent Család erekjét székesfehérvár ünnepies formában fogjuk kihozni, és hálát adunk a Magyar Szent Család zarándok helyén a Szent Család kultuszáért, és próbáljuk a igen. Nemzetünket Szent Család tiszteletére és szeretetére jó. Felajánlani. Atya, hallottam, hogy voltam, hogy van szállás lehetőség. Most ilyen 1-2 napra lehet... Van lehetőség, igen. Telefonon keresztül is? Hát egy internetes honlapon szoktunk kérni, mert ott látja, hogy melyik szobát szeretné, és akkor különböző kategóriájú szobák vannak, ön ki tudja választani, értem. Mit szeretne. Ez a www.bodajkizarandoklat.hu ékezet nélkül, és ott ön lát, hogy beixeli, hogy szállást, ekkor szeretné önne, akkor a rendszer kihozza, hogy hol vannak szabad szobák. Értem. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Isten áldja, György. Köszönök minden. És hálát. Örülök, hogy együtt voltunk múlt héten egy kicsit. Hát még én hogy örülök. Uh-huh. Atya, hogyan engemet, hogyan mondjam, elakadtam, mindig ott volt. Hogy van magában ennyi erő? Hát ez tényleg a szűzanya csodája.
hogy szóval egy nagyon-nagyon szép napban volt részem, és mindenkinek ajánlom, hogy akár egyénileg, akár csoportosulva menjenek Bodajkra, mert ott csodát látnak. Én csak ezt tudom mondani. Köszönjük a reklámot, de tényleg egyébként ez a legjobb, hogyha a hívek nyilatkoznak, mert ha én mondom, hogy milyen szép a Bodajk, akkor erre joggal mondják, hát atya, ennek magának ezt kell mondania, és mondja is csak ezt, de hogyha a hívek is ezt mondják, az nem, nyilván egy olyan plusz dolog, hogy köszönjük igen. szépen. Nyilván egy kisebb kegyhely vagyunk azért, de a maga kis szépsége, a maga kis talán rendezettsége, csodálatos. Egysége azért az tényleg megkapó, és köszönöm, hogy ezt elmondta és tanúságot tett el, úgyhogy várjuk Önt is szeretettel. Köszönöm, atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ha egészségem engedi, élek jó, bele. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenek Isten áldja. József atya, egy kicsit mesélsz arról, hogy most éppen nincs telefonáló, várjuk a telefont is, hogyha valaki szeretne beszélni, találkozni velünk a műsoradáson keresztül, hogy amikor te Bodajkra kerültél, ezt hogy élted meg, hogy a szűzanyának ebbe a közelségébe kerülsz? És hát nyilván nagy feladat volt most talán ne is arról, hanem hogy mit jelent neked a szűzanya. Hogyan élted meg ezt a kapcsolatot? Hát, igazi közben járó, nem valami, hanem valaki, aki ott van, és tűnik, tudunk hozzáfordulni, tudjuk őt kérni, neki hálát adni, és közvetíteni kérésénket, hogy ő adja tovább Szent Fiának. Tehát tényleg ez a tudat, és az, hogy valóban a szűzanyának igazi segítője, aki tolmácsolja a szűzanyának is a kérését, meg a kegyelmet tud adni, és én kapok, és én is tudom továbbítani, megosztani, hogy én ezt a szűzanyától kaptam, a szűzanyának köszönhetem. Tehát ez, amit én is sokszor megélek, és ami előt ad, hogy milyen jó is, hogy van igazi támogatók, igazi közben járók, a szűzanya, aki mindenre képes, értünk. És aki viszi a mi kéréseinket, hálánkat, és ugyanakkor pedig engedelésünket, hogy tudunk mi is ezekért azokért imádkozni, segítséget kérni számukra, hogy tudjanak ők is jobban hinni, és bízzanak Istenben, mert érdemes, és ő, aki a legfőbb közben járó, a legfőbb segítő, igazi eszköz, akiben bízhatunk, és aki erőt, kegyelmet ad, és akire hagyatkozhatunk, és ezáltal megvan az igazi összhang, öröm, és tudunk tényleg örömet továbbítani, megköszönni a sok kegyelmet, a sok meghallgatás segítséget, és akkor ezáltal érzi az ember, hogy ez, ami örömet ad, értelmet ad életünknek. Köszönöm szépen, hogy tanúságot tettél, és hagyd mondjam el, hogy olyan jó látni délutánonként, lemész imádkozni, elmondod a rózsafüzért, a keresztutat. Nyilván, hogy a látásod meggyengült, ezek a lehetőségek maradtak, így a ima életed mélységét ezekben keresztül tudod legjobban megélni. De olyan jó látni ezt tényleg, amikor látom, hogy ott akár több órát is ott vagy az udvaron, és boldogan töltesz időt az Úrral, a szűzanyával. Ez nekünk is nagyon szép példa, és nagyon nagy érték, hogy bármennyire rohanós az idő, és bármennyire feszes a nap, és jönni-menni kell, akkor is legyen kellő időnk Jézussal, és ez nagyon fontos. Várjuk szeretettel a betelefonálókat, különösen azzal a szívvel is hívjuk a testvéreket az együtt gondolkodás, az együtt imádkozásra, hogy az ima élményeikről tanúságot téve, akár imádságot kérve családjukért nehéz helyzetükben ezeket szeretnénk elvinni a Bodajki szűzanyához, mert hiszünk abban, hogy valóban, ahogy egyik telefonáló mondta, a Szent Misénél nincs nagyobb kegyelem, amikor az egyház egysége Jézusban megmutatkozik, és Jézus akarata megmutatkozik az egyházban, azzal, hogy összegyűlünk azt arra, amire Jézus kért bennünket. Van is egy telefonáló, akit szeretettel köszöntünk az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek jól. Győrből beszélek, és én egy csoporttal voltam Bodajkon, körülbelül, sajnos régen, 15 éve körülbelül. Ön volt ott a plébános, és hát megérkeztünk a templomba, gyönyörködtünk, csodálkoztunk ott, és ön odajött hozzánk nagyon kedvesen, és közölte, hogy ha végeztünk az imádsággal, illetve a
csodálkozással, a gyönyörködéssel a templomba szóljunk, és akkor ön orgonál nekünk egy bizonyos ideig, ajándékba szánta ezt nekünk, ezt az orgonaszót. Nagyon szépen köszönöm, eddig nem volt módom megköszönni egyik kolléganőnek sem, mert 10 voltunk, vagy 9 vagy 10, és most teszem ezt, hogy nagyon megköszönöm, és nagyon meghatott akkor bennünket. Nagyon szép orgonaszót hallottunk öntől, akkor ő is nagyon fiatal volt, 15 évvel ezelőtt történt a dolog. De eddig nem volt módomban megköszönni senkinek se, most viszont megteszem. Hát jó? Köszönöm. Köszönöm, hogy megemlékezik ilyenre. Egy picit szerintem nem, hogy nem kevesebb idő lehetett, mint 15, mert én 12 éve vagyok Bodajkon, de ez most akkor ebből lehet, a szempontból hogy, mindegy lehet, is. Hogy 12, de tudom, hogy nagyon régen volt. Azt nem titkolom, hogy szeretek zenélni, és szeretem megajándékozni azokat, akiknek ez örömet jelent. És köszönöm azt a visszajelzést, hogy ez valakinek tényleg örömet jelentett, és nem csak arról szólt, hogy hangos volt az orgona, vagy nem tudom. Igen. Úgyhogy köszönöm szépen a kedves visszajelzést, és várjuk önöket. Most megújultunk 1-3 éve, nagyon szép lett a kegyhely, sőt egy új orgonánk is lett. Úgyhogy ha eljönnek, akkor nyugodtan szóljanak, és ugyanígy megajándékozzuk önöket egy kis zenével is. Köszönöm, nagyon hogy telefonált, kedves. És nagyon köszönöm. Kedves. Isten áldja, viszonthallásra, dicsértessék. És hallgatjuk az újabb telefonálót az élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dörökké, amen. Atya, én egy 87 éves idős asszony vagyok, és egy olyan nagy bánatom van, hogy egy szem unokám van, ami 28 éves. És egy olyan rossz társaságban volt, és én annyit imádkozok a szűzanyához, hogy nagyon sokat. Hogy mostan megkérném az atyát, hogy imádkozzon érte is, mert én mindig imádkozok. Az unokáért. Igen, 28 éves, és rossz társaságban van. Hát jó, néha ezért eljön hozzám, de csak azon nyomom, hogy nem jövök be hozzád, csak adok egy puszit, azt már megyek, de hogy hova? Nem tudjuk. És nagyon szomorú vagyok. Nagyon. Hát milyen szép korban tetszik lenni azért ez, mint minden nap áldás. Jó értelemben mondom, hogy az unokának is biztos ezt meg kell élnie, hogy a mamával való találkozás, kegyelem, ajándék az egy mindennapi ajándék. Imádkozunk érte, és köszönöm, hogy elmondta ezt is, mert valóban sokszor az emberi erő elfogy, emberi félelmek erősebbek, mert nem tudni, hogy merre mennek a dolgok. És biztos nehéz lehet idősként megérteni a mai fiatalokat, ahogy nekünk egy picit, vagy nálam talán fiatalabbaknak meg megérteni a mai időseket, hogy mennyire el szoktunk beszélni egymás mellett, és nagyon szép, amikor tudjuk egymásban tisztelni azt, hogy egy fiatalnak a gondolkodása egy picit más, a mai világ kicsit más is. Sajnos, igen, a fiatal igen. Pedig meg elfogadja, az idősnek a tapasztalata, a bölcsesség az egy olyan evidencia, amire építeni kell, amelyből merítkezni kell. Úgyhogy imádkozunk az unokáját, és köszönöm, hogy ezt elmondta. Isten hát én voltam ott a atyának, 2 éve vagy 3 éve innen Pestről mentünk busszal. Egy gyönyörű templom, nagyon igen, szép. Igen. És hagyj büszkélkedjünk, azóta már bazilika lettünk, nem is. Igen, kis bazilika rangot nyertünk el tavaly 2023. szeptemberében. Köszönöm de szépen. Nagyon-nagyon szép volt, és azóta is, hát az az igazság, hogy most már azért a 87 év az nem egy kevés idő. Igen. És lábaim annyira fájnak, hogy ez borzalmas. Sok erőt. A napra se lehet kimennem, úgyhogy nagyon problémám van, de állandóan csak mindig imádkozok a Jóistenhez, a szűzanyához. Hogy ez a legalább ez az egyszer unokámmal legalább normális legyen. Elvisszük őt a szűzanyához. Köszönöm, hogy telefonált. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen, atya. Szép napot, dicsértessék mindörökjemben. És hallgatjuk a következő telefonálót az élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökjemben. Köszöntjük József atyával önt. Köszöntöm én is mind a kettőjüket. Én Jászfényszarúról vagyok, egy 5000 lakosú helység, és a Horváth József atya szerintem ő volt, aki járt ki hozzánk egy idős családhoz. Igen. Igen, és hát azért, hogy meg is örültem, mert én valamikor régebbi állapotában voltam Bodajkon csoporttal,
és szétnéztünk, hát ígéretet kaptunk egy családi ismerőstől, hogy majd elkísér bennünket oda megint, de sajnos férjem halála miatt nem került sor rá. Én se vagyok olyan állapotban, hogy legyek, de muszáj voltam, hogy köszöntsem az atyákot, őt is. Jaj, de kedves, hát, köszönjük. Igen, igen, úgyhogy személyes találkozásom, én a harangozónak a felesége, elhunyt harangozónak a felesége vagyok, és öltöztettem az atyát a Szent Misére. Aha! Mert volt, amikor tartott igen, a Szent Misét, igen. Hát az idős házaspárról is biztos tud az atya, meg egy hölgy volt akkoriban vele. Az Annuska néni, ő volt a házvezető asszony, aki ott dolgozott mellette, vagy segítette József atyát, sajnos ő már elhunyt, és én emlékszem, hogy jártak Jász fényszalura. Bocsánat, egy olyan furcsa emlékem van, de ez hagyj legyen pozitív emlék, hogy atya onnan hazajött, akkor mindig akkora hatalmas paprikák, paradicsomok, zöldségek, de olyan finom volt minden, hogy bárcsak ilyet lehetne kapni minden boltban. Úgyhogy József atya, emlékszel erre? Mentetek Jász fényszalura, kicsit már az a baj, kicsit megkoptak az emlékeink, ugye a napi rutin marad meg, de hát olyan sok helyen szolgáltál, és mindenhol szeretettel emlékeznek meg rólad. Mit üzensz a jászfényszarújaknak? Na, ott is miséztél. Nyugodtan egy pár szót beszéljenek. Hát, hogy legyenek kitartóak. A Jézus Krisztus. Mindenit tudjanak. Én a jászfényszarúi harangozónak a felesége vagyok. Igen. Tudjanak mindenit. Sajnos ő elhunyt másfél éve. Ja, Istenem. De nem hagyhattam. Imádkozunk érte, jó? Imádkozunk a férjért. Igen, köszönöm szépen. Igen. 38 évig voltunk a templom szolgálatban. Előtte is, de azóta. Igen. Úgyhogy legyenek hálásak tényleg minden kicsit megköszönni, és mindent oda tenni, kérést, hálaadást, és akkor már együtt van a kérés is, meg a hálaadás. Tehát a jó Isten az, aki nem felekezik el rólunk, és aki bennünk él, bennünk szenved, bennünk szeret, és itt tudunk mi is kitartani, tudunk győzni, és tudunk aztán megérni az örök üdvösségre, amit aztán senki nem eszel tőlünk. Tehát mennyire fontos tényleg a remény értesen, a remény az, amit nem szabad elmúlnia, hanem élő legyen ez a remény, és egyszer valóság lesz, megvalósul. Tehát valóban ezen keresztül kell nekünk is a Jóistenbe bízni, és mindent elmondani neki, megosztani örömet, bánatot, és akkor érezzük, hogy összetartozunk, és árad a kegyelem, árad az erő, a szeretet, a segítség, és akkor így vagyunk egyek, és ez, amit tudunk továbbítani, tudunk megosztani, tudunk másokat is erősíteni. Ez, ami nagyon fontos, és kell megvalósítani. Köszönjük szépen, József atya. Nem tudom, hagyd kérdezzem még öntől, hogy a Szigetcsépre önök jártak még, vagy az egy más időszak volt? Emlékszik-e arra, amikor Szigetcsépen a atya meg Annuska én egy szép kertet épített? Nem tudom, hát emlékszem rá. De... Várjál most, József atya, egy picit a hölgyet szeretném megkérdezni, mert ő ismert téged Jászfényszaruról. Jaj, de jó. Igen, én öltöztettem, mikor szemvisét tartott. Aha. Igen. De jó. Na, köszönjük szépen, hogy fölhívott, és a férjért pedig imádkozni fogunk egy szentmisét. Jó van, köszönöm szépen. Vagy akkor így megköszönjük a szolgálatot. Pár ismerők is nagyon betegek. Jó, köszönöm. Szép napot kívánok, és vigyázzon magára ebben a melegben. Dicsértessék a Jézus. Mindenekkel vigyázzonak magukra. Köszönjük szépen. Az a kérdés, hogy van-e még esetleg telefonáló? Most nincs telefonálunk, mert akkor tartanak egy kis szünetet, felfrissülünk mi is. És várjuk vissza a kedves televízió nézőket, legyünk együtt a kommunió adás második részében is, József atyával is, jó magammal. Kifogalmazzák meg kéréseiket, gondolataikat, ima élményeiket, zarándok élményeiket, hiszen olyan jó volt hallani, hogy valóban milyen sok helyre el lehet jutni, és eljuthattak az életben. Egy rövid szünet után találkozunk, addig is Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves nézőit. Az az örömöm, hogy most aranymisés lehetek,
és csodálatos alkalom volt, hogy a katolikus televízió is föl tudta venni ezt a műsort, illetve közvetíteni tudta, és akik ebbe be tudtak kapcsolódni. Arról beszéltek, hogy szinte nekik is úgy átjött a Szentmisének az öröme, az ünneplése, a kegyelemnek a megélése, szinte, mint akik ott valóban jelen is voltak. Számomra óriási élmény volt, ahogyan megvalósulva láttam 50 év után, hogy amit gyermekkoromban a Jóisten szentségéről megéltem, mint belső érintést, ezt most ott láttam azoknak az embereknek a szemében, akik ott részt vettek, hihetetlen barátsággal, szeretettel, közvetlenséggel. Szinte mindenki kívánta, hogy rá is ránézzek, és hogy észrevegyem a tekintetét, hát észre is vettem, és tényleg nagyon sok felé járt a tekintetem. Ez egy nagyon nagy öröm volt, amit a média tud közvetíteni a számunkra. És most ez alkalommal engedjék meg a kedves testvérek, illetve a kedves nézők, hogy megköszönjem mindazt a támogatást, amit nyújtottak, mert ez a műsor közvetítés csak így lehetséges. Másrésztről pedig nagyon fontos, hogy tanúságot tegyünk a világban arról, hogy mi tényleg keresztények erőködés nélkül tudunk örülni. Számunkra a szeretet nem vigyorgás, hanem igazi öröm, hogy a küzdelmeink és a nehézségeink között. Az emberi gondolkodásmódban és az életvitelben a kegyelemnek a valóságáról tesz tanúságot, és nekünk is erről kell tanúságot tennünk egymással. Ezért hálával és tisztelettel köszönöm mindazok támogatását, akik ezt lehetővé teszik, és tisztelettel kérem ennek a további folytatását, részben a Katolikus Televízió számára, részben pedig az újonnan megjelenő Kids gyermekrajzfilm csatornára kiterjedően a támogatást, amivel a gyerekek és az ifjúság számára is új lehetőségeket adunk. Köszönöm szépen! Dicsértessék Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Talán vannak olyanok önök között, akik még emlékeznek rá, hogy hogyan nézett ki ez a Szerzgyár utcai gyártási központ, vagy kampuszépület, akár 1-2-4-5 évvel ezelőtt, a rengeteg változáson ment keresztül, és ez mind azért történt, hogy minél színvonalasabban tudjon működni a munka, és az önök otthonába eljussanak azok a katolikus tartalmak az EVTN műsoraink keresztül, amelyekből önök is tudnak épülni. Ez mind az önök adományából valósulhatott meg, és éppen ezért nagyon-nagyon köszönjük mindenkinek a legkisebb hozzájárulását is, amivel segítette a működését, a szépülését, épülését ennek az épületnek, illetve nyilván a műsorok elkészítéséhez is ezáltal hozzá tudtak járulni. Amennyiben későbbiekben is támogatják a televíziónak a műsorát, ezekből valósulhatnak meg újabb felújítások, újabb fejlesztések, illetve azoknak a műsoroknak a megvalósítása, leforgatása, az önök otthonaiba való eljuttatása, amelyekre leginkább kíváncsiak, akár szentmisékre, rózsafüzér imádságokra, vagy bármilyen más lelkiségi programra gondolok.
Köszönjük szépen, hogy támogatták a katolikus tévé működését, és kérjük, hogy a későbbiekben is, amennyiben ezt megtehetik, akkor ezt tegyék meg, és köszönjük előre mindenkinek a legkisebb támogatását is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Szeretettel köszöntjük a kommunió adás második részében a kedves televízió nézőket Horváth József atyával, aki Bodajkról érkezett velem ma reggel ide az élőadásba, hogy együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, együtt legyünk ebben az adásban, és szerkesszük önökkel az adást. El is mondanám az élőadás telefonszámait, a 061-808-95-55-ös telefonszámon tudnak betelefonálni az élőadásba. Szeretettel várjuk észrevételeiket, kéréseiket, örömeiket, fájdalmaikat megosztva, és szeretnénk elvinni ima kéréseiket a Bodajki Szűzanyához. Nyugodtan hívjanak ilyen kérésekkel is, amiket mint kegyhelyről érkezett atyák, elviszünk magunkkal, és ott imádkozunk ezekért a kérésekért a Szentmiségben. Elmondanám a közösségszolgálat elérhetőségét is, ahol a televízióval kapcsolatos észrevételeiket, kéréseiket tehetik fel. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve ékezet nélkül közösségszolgálat@evtm.hu e-mail címen tudnak írni, üzenetet hagyni. Az imádságról sok szó esett, és az zarándoklásról. Nagyon köszönöm József atyának, hogy eljöttél ma velem, és együtt vagyunk ebben a műsorban. Sokat látunk téged is imádkozni, és ahogy már mondtam az előzőekben, hogy az időskor nehézségei mellett a legfontosabb dolgok azok az ima élet megtartása lesz az ember életében. És nagyon szeret gyóntatni is, ez egy nagy ajándék a kegyhelynek is, a papi életünkben is, a híveknek is. Kicsit mesélni arról, hogy milyen kegyelmeket kapsz te is a gyóntatásban, miért szeretsz annyira gyóntatni, és mi az, amit megtapasztalsz a szentgyónások kapcsán, mint isteni szeretetet, mint isteni irgalmat közvetítve? Hát az igazi példám, hogy volt egy illető, aki már több mint 10 éve nem gyónt. Szóval úgy érezte, hogy neki most nem mehet el gyónás nélkül, hogy mégis meg hallotta, hogy van egy atya, aki mindenkit szívesen meghallgat, szóval most én is elszánom magamat. És tényleg oda jött, és akkor végén azt mondtam neki, hogy ez ki lett így cserélve, most Isten igazi gyermeke vagy, és számíthatsz rá, és ő, aki szeret téged, aki most visszafogadott, az övé vagy. És akkor azt üzenetem mondta, atya, én most éreztem igazából először azt, hogy mit jelent Jóistennek az irgalma, és az visszafogadott, és hogy ilyen irgalmas, és hogy én ezt megtapasztaltam, és most már nem is fogom halogatni, mert érzem, hogy a Jóisten kenyelme ott működik a gyóntatószékben, és hogy milyen nagy dolog az, hogy leereszkedik Jézus a gyóntató pap által a bűnös emberhez, meghallgatja és feloldozza. És megkönnyebedik, megszabadul a bűntől, és szabad lesz, és öröm van a szívében, és tiszta lesz a lelke. És ezt most tapasztalta igazából meg, hogy ezt nem is akarja elfelejteni, és ezt tovább akarja adni azoknak, akik úgy mint egy félnek a gyónástól, és hogy hogy minek, és hogy tényleg ki van az ember cserélve. Tehát valóban kell az embernek erről tanúságot tenni, és megköszönni Jóistennek ezt a leereszkedését, irgalmát, és hogy valóban ezt kell nekünk is ugyanakkor megélni, hogy mi is legyünk emberek társadalmunkkal megértők, legyünk mindig irgalmasok, és lehőképpen pedig legyünk megbocsátok. József, hogyha van egy telefonáló, meghallgatjuk a telefonálót, és akkor utána tudjuk még folytatni, mert nagyon jó hallgatni téged. Szeretettel hallgatjuk az élőadásban a telefonálót, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindöröki, amen. Én Baranyából beszélek, és nagyon szépen köszönöm, hogy önök ebben a nagy hőségben vállalták ezt a délelőtti adást, és az atyát, a József atyát is szeretettel, tisztelettel, és önt is, Tamás atyát is. Köszönjük szépen. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm. És lenne egy kérésem, hogyha 85-86. Évenben vagyok, és már 10 éve járok keretes templomban, már régóta nem tudok menni, már ott megelőzően sem, hogyha a szüleimért és nagyszüleimért
tetszenének régen imádkozni, illetve hát elhunytak. Régen szoktam misét fizetni, de hát most már én nem tudok elmenni, tehát úgyhogy minden problematikus. És hogyha lehetséges lenne, nagy örömemre szolgálna, hogyha tudnék virágot küldeni, vagy virágra valót küldeni, azt nagyon-nagyon, ha szer tetszik fogadni. Köszönjük szépen. Ez egy más jellegű adomány, és ezt köszönettel fogadjuk, ha valahogy ezt sikerül összehozni. Természetesen örömmel elmondjuk a szentmisét, és legyen ez egy jó érzés, hogy a minden évben szokásos évfordulós mise, vagy megemlékezés az ilyen módon is meglegyen, az imádság meglegyen. Ha virágra szeretném támogatást, adományt adni, nem tudom, hogy egyszerűbb lehet, hogy talán nem túl szerencsés, de borítékba feladni, és akkor a plébániának, vagy csekken, nem tudom, hogy egyszerűbb ezt majd döntse el, de köszönjük szépen. És nyugodtan írja rá, hogy virágra, mert akkor abban egy szép csokrot oda teszünk a szűzanya oltárára. Inkább csekken, mert boríték az igen, tudom, nem szerencsés, igen. Hiszen, hogyha csekken tudom, de akkor a Bercel, illetve de úgyis a Bolyaki, Bodajki igen. Egyháznak, vagy a Tamás atyának a nevét írja. Ne, az én nevemet semmiképpen ne, inkább mondja meg az ön címét majd az adás után, vagy nem tudom, hogy tudunk ebben segíteni, és akkor küldünk egy csekket önnek, azt hiszem ez lesz a legjobb, hogy segíteni akarunk ezzel, igen, jó? Igen, igen, mert nekem most a múltkor vissza is jött egy csekk, úgyhogy azt kérem, hogy abba adjuk a telefont, akkor a munkatársaknak megadja a címét, és akkor mi azt el fogjuk jutatni a csekket, és köszönjük szépen. Így akkor én együtt leszünk imádságban. Én nyitva fogom akkor a 8-ason majd. Köszönöm, nagyon köszönöm. Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus. Nagyon jó egészséget. Köszönjük szépen. Minden jót. Önnek is sok kegyelmet ebben a szép korban. Mindenekem, és hallgatjuk a következő telefonálót, aki élőadásban van. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm az atyákat. Drága atya, én már jártam Bodajkon, hála Istennek sikerült, és ott tudtunk gyónni, áldozni, szentmisén részt venni, de már a megújult templomba voltunk, nagyon szép, és nagyon-nagyon feltöltöttünk. Atya, én a 9 első pénteki szent gyónás áldozással szeretnék érdeklődni. Gyerekkoromban mindig a szüleim úgy tanítottak, hogy életünkben egyszer tudjuk elvégezni 9 egymást követő pénteken a szentgyónást. Mindig eljutottam a 7-8, valamiért mindig félbe maradt. Most is az a probléma, hogy csak csütörtökön és szombaton van szentmise. Első pénteken nagyon messze van a templom tőlünk, tehát este 8:30-kor téren is hazajönni már időskorban nehéz. Kérdésem, hogy az imakönyvekben találtam egy olyan mondatot, hogy minden hónap első szombatja, 5 szombat szűzanyához való gyónás, vagy első csütörtök. Tudom, hogy ezek nem érnek fel az első pénteki szentgyónás áldozásra, de hogy egy kicsit közelebb kerülni ehhez a 9. első péntekéhez, hogy ez az első csütörtök, mert az én templomomban, ami közel van, az lehetséges megoldás, 9 első csütörtök minden hónapban. Nem tudom, hogy erről mi önnek a véleménye. Azt gondolom, hogy sokkal fontosabb azt önmagamnak kimondani, és ezt odaadni jó Istennek, hogy minden hónapban szeretnék gyónni, és hát természetesen a szentáldozást is végezni, mint az, hogy az most pont éppen melyik napon van. Nem gondolom azt, hogy Jóisten azt fogja csak elfogadni, ami pénteken van. Sokkal fontosabb, hogy önnek legyen egy lelkülete, hogy én minden hónapban elmegyek gyónni. Hagyj tegyünk mi is egy kicsit tanúságot, papok, hogy nekünk ugyanúgy szükségünk van a szentgyónásra, és bennünket arra tanítottak a szemináriumban, hogy azért egy pap havonta végezze el a gyónását. Még akkor is, ha vannak esetleg olyan visszatérő bűnök, amikkel mindig megküzd, és vannak olyan helyzetek is, amik különleges gyónást esetleg igényelnek, de
hogy a rendszeresség ennek, és azért szeretem én az első péntek, első szombat és akár az első csütörtöki liturgiákat és ezeknek az üzenetét, mert mindig sarkal engem is arra, hogy most eljött egy időszak, újra itt van egy időszak, amikor figyelnem kell önmagamra, és ezek figyelmeztetnek. Úgyhogy én bátorítom arra, de talán József Atya is itt bólogat. Mit mondasz a kedves telefonálónak, hogy Szent Jónással kapcsolatban, kedves atya? Hát, hogy mennyire fontos, és tényleg ne halogassuk, és hogy legyen rá időszakítva. De hogyha az a, most egy kicsit a kérdés, hogy ha első pénteken nem tud elmenni valaki, mert akár nincs, vagy messze van, hogy ugye ugyanúgy jó az első csütörtök, vagy az első szombat, én is itt tudom, hogy az érvényes. Igen, érvényes másnap is, nem kifejezetten csak az a nap, de másnap is érvényes. Tehát buzdítjuk önt arra, hogy ne ezen legyen a nehézség, hogy most éppen pénteken el tud-e jönni. Emlékszem, gyerekkoromban nekem is hasonló élményeim voltak, hogy ezt a 9000-et próbáltuk, és valahogy mindig egy-egy úgy elakadt, vagy valami történt, vagy kirándulás volt, vagy nem tudom, iskolai program, és nem tudta az ember elmenni, de olyan jó volt visszaemlékezni erre gyerekkorban, hogy ez fontos volt, hogy én egy Jézus Szíve templomban nőhettem fel, ahol különösen ez az első péntek mindig ünnep volt, és maga a Jézus Szíve búcsú is, és olyan jó volt ezt megélni, úgyhogy talán ebben tudunk segíteni, vagy ebben kívánjuk megerősíteni önt, hogy... Igen, atya, és még egy nagy gondolat, ami nagyon nagy bánatom van, atya. Én 45 éves korom óta Árván neveltem a gyerekeimet, most 69 éves vagyok. Tehát nem csak én vagyok így egyedül az életben, de engem a Jóisten és a Szűzanya mindig mellettem át is segített. És a kislányom most 50 éves, eddig együtt voltunk, 24. évében van a házasságának, és 3-4 éve hát a kisfőmnek a viselkedése miatt elköltöztek, és óriási, hatalmas a bánatom. Én nagyon sokat évek óta imádkozom a kisfőmért, az irgalmasság rózsaszűzérért, a gyerekeimért, a másik rózsaszűzért. Atya, én csak imád szeretnék kérni, vigyel a Szűzanyához, hogy áldja meg a gyerekeimet, hogy tudjanak, hallgassanak rám. Én mindenemet odaadtam, életemet, mindenemet, munkahelyet, mindent feláldoztam, lakást, hogy örüljenek, hogy lássam életembe, hogy boldogok. Uh-huh. Én csak annyit kértem, hogy velem ne kiabáljon ez a fiatal ember. Ne beszéljen csúnyán. Atya, annyira belebetegedtem, most 9 hónapja, hogy elmentek, hogy a magas vérnyomás lett egy szívműtét, ahol 3-szor élesztettek. Nem is tudom, miért engedte meg a Jóisten, hogy élesztenek. Mert hiába könnyű, és a kislányom egy hozzáteszem, egy mélyen hívő, vallásos gyermek, és elvitte az unokáimat mindent, hogy ne is beszéljünk, ne találkozzunk, a bőn meg visszajár minden áldott nap dolgozni. Úgyhogy belehalok a bánatomban, és nem lehet velük erről a témáról beszélni. Borzasztó nagy bánatom van, de én hiszem, hogy a Jóisten nem hagy el, és megfogja. Lehet, hogy már nem élek, de hogy az a sok ima, amit egész életemben értük, imádkoztam, mert Árván vöttek föl, hogy tudja megölelni, és hagyják, hogy segítsek, ahogy eddig is. Köszönöm szépen. Elimádkozzuk, vagy imádkozunk ezért a helyzetért, és köszönöm, hogy elmondta a fájdalmát. Köszönöm. Meg azt a szép, őszinte gondolatot, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekei boldogok legyenek, ez nagyon szép, igen, hogy ön lássa ezt, igen, a boldogságot. Köszönöm ezt a tanúságtételt. Isten áldja meg, dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus. És hallgatjuk a következő telefonálót az élőadásban, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, atya. Köszöntjük szeretettel József atyával, tessék parancsolni. Én is köszöntöm mind a két atyát. Ma volt többször a Tamás atyával. Igen, ismerős a hangja. Igen. Igen, meg a Attila atyával is volt, igen, amikor imát is kértem. Igen, én nagy beteg vagyok, atya. De most volna egy problémás kérésem, egy imát szeretnék kérni, hogyha lehet. Tessék parancsolni. Hogy fejezem ki magam? A lakás nehéz problémája, hogy meg lehessen oldani, mert tetszik tudni, család van, de ápolni is csak egy van. És örökölni meg mindenki akar, és ugye, hogy most ráadtam az egyik családra,
akik mindig előadnak, akkor most ebből nagy a cirkulás. Most ezt szeretném berendezni, hogy sikerüljön. Ezért kérdém, hogyha lehetne, én majd kérni, hogyha. Igen. Ezzel fordultam önökhöz most. Ma most nem tudok, de nagyon megkérem, mert ön szívesen legyenek szívesek imádkozni, és jó egészséget kívánok mindkettőjének, főleg a József atyának is látom, ma ő is idős. Köszönjük szépen. Köszönjük, hát sok erőt, és talán annyit tudok ehhez hozzátenni, és nem akarok beleszólni a családi nehézségekbe, de olyan sok fájdalmat látok abból, hogyha ahol több gyerek van, ott igazságosnak kell lenni. És az igazságosság nem azon áll fenn, hogy ki szeret jobban, ki törődött velem jobban, mert az igazság az abban áll fenn, hogy minden gyerekem ugyanolyan fontos. Tehát nem akarok tényleg beleszólni messziről ebbe a családi helyzetbe, de ha több gyerek van, akkor mindenkinek ugyanazt kell adni, mert... Hát, apjuk után megkapták a részüket, atya, hogy ami nekik jár, csak ugye az élészem, de hát nem is jönnek, csak tényleg ez az egy jön. De arra is vigyázni kell a többi is, akkor is a gyereke is, hogy... És hogy utána meg örökre, a képzelj el, hogyha nem ad annak, aki nem jön, aki jön, azt pedig többet kap, akkor ők örökre feszültségben lesznek. Így is nehézség lesz, mert a jogosan mondja az a gyerek, hogy hát én voltam anyámmal, persze, hogy én kaptam mindent, vagy én kapok többet, de azért az a gyermekem, az gyermekem, akkor is, ha jön, ha nem jön. Nem akarok tényleg beleszólni messzül ebben a helyzetben, de azért az igazság az megkívánja, hogy mindenki megkapja azt, ami azon a jogon jár neki, hogy a gyermekem, független attól, hogy velem milyen volt. Igen, meg is értem, mert... És képzelj el, ha Jóisten is úgy adományozna, hogy egyikünk többet kap, a másikunk kevesebb, de Jóisten mindegyiket ugyanúgy szeret. A legnagyobb bűnöst is ugyanazzal a szívvel. Én ezt értem, tudom, csak nagyon fajta évek óta nem élnek velém. Igen, csak azt kívánom, hogy ne azzal büntesse, vagy azzal torolja meg ezt a helyzetet, hogy mondjuk ők semmit nem kapnak, mert utána meg olyan feszültség lesz a két gyerek között, hogy az ember elköltözik a Jóistenhez, és ezt fogja egész életében föntről nézni, hogy édes Istenem, a gyerekeim milyen vircsabban vannak, vagy legalábbis ezt gondolom, vigyázzon erre. De imádkozunk ezért, hogy bölcsöntést tudjon hozni. És jó egészséget kívánunk mi is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És van egy újabb telefonáló, akit szeretettel köszöntünk az élőadásba, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, drága atyák. Hát én notórius betelefonáló vagyok most már Döbröcöni Ádámné, mert szobához vagyok kötve, és gyakorlatilag egyedül élek egy nagy házba, úgyhogy mindig örömmel telefonálok, és ez engem nagy, szóval úgy feldobódom, és boldog vagyok ilyenkor. Tehát az egyik nagy kérésem az, hogy van nekem egy beteg unokám, de már egyszer kértem, atya föl is írta akkor, hát most megint kérnék a kis Csanádért 10 éves. Igen, emlékszem a nevére. Misét, mert ő neki az okosság génje, a 8-as gén töredezett, ezért nem tud beszélni, nem szobatiszta enni úgy, ahogy tudsz, etetik, de eszik is szépen, most már nagyon jól mozog. És gyakorlatilag úgy tűnik, hogy sokat fejlődött, sok mindent megért már, de beszélni azt nem beszél egyáltalán, csak hát ilyen örömhangokat ad ki. Tehát ő érte szeretnék kérni a szűzanyához, a drága szűzanyához egy misét vagy könyörgést. Igen, igen. A másik az előző hölgyel kapcsolatosan, aki az első péntekre hivatval volt gondja, én már gyakorlatilag 2 éve gondoltam, hogy ez így lesz, úgy lesz, jobb előre gondolkodni, és én bejöttem magamat a plébánián, a Miskolci Szent Anna templomhoz tartozom, Gubala Robert a plébános most ott, és beirattam, és hozzám mindig kijönnek első pénteken, vagy a káplán úr, vagy a plébános úr, és már szeretettel várom őket, és gyakorlatilag már készülök előző nap is sok imával, és várom az Úr Jézust. Úgyhogy ez egy Köszönöm, nagyon jó megoldás elmondta, lenne. Igen. És akkor így nem is számolom már, hogy hanyadik péntek, de a következő erre a hölgyre, aki pedig panaszkodott, hogy a gyermekével kapcsolatosan,
hosszú-hosszú évekre elfordult tőlem az 52 éves gyermekem, a leányom, meg is bántott többször, nagyon-nagyon, és nem adtam föl a küzdelmet ő érte, imádkozni kell szerintem, vagy a szűzanyához, vagy ki egy szentet kiválasztani ahhoz, de nem szabad az imát abba hagyni a gyermekünkét, és most már elértem oda, hogy szeretettel felém fordult, beszél velem, és el is jön hozzám, hogy élelmet, ezt, azt, amazt, de igazándiból rájöttem, hogy szegénynek inkább neki van baja, mint nekem, úgyhogy hát ezt tudomásul kell venni sajnos. Köszönöm, hogy ezeket elmondtam. Igen. Igen. Köszönöm, hogy elmondta a Csanátkáért, imádkozom, mert milyen szép azért, hogy az örömöt az ember, ha nem is tud beszélni, vagy nem, de valahogy ki tudja fejezni, és ez milyen nagy dolog lehet a szülőknek, amikor... Borzasztóan szeret autózni, nagyon szeret fürödni, de minden jó. Hétvégén viszik ilyen vízi strandolásra, és hát igazándiból fejlesztik, sőt iskolába jár, de hát így van, úgyhogy ezt el kell fogadni. Köszönöm, hogy telefonált, köszönöm, én is. Vannak még a vonalban is. Igen, Isten áldja, és hívjon csak, köszönöm, kérek, semmi gond, köszönöm szépen, és köszönöm a türelmet a következő telefonálótól. Egy mondatot hagy fűzzek még hozzá, és már is adom a szót. Valószínűleg az első péntekkel kapcsolatban az volt a nehézség a hölgynek, hogy ő azért még aktívan templomba járó, és ugye első pénteken mi is azokhoz a betegekhez szoktunk kimenni, akik nem tudnak már eljönni templomba. Nagyon köszönöm Attila atyának innen is, ő szokott a egyik falvakban, a Gábor atyám többi faluban járni betegekhez, hogy mi is látogatjuk azokat a betegeket, akik nem tudnak eljönni. De a hölgy tud még templomba járni, és neki pont ez a nehézség, hogyha nincs első pénteken mise, vagy a nagyon messzi templomban van csak, oda nem tud eljutni. Úgyhogy, de egyébként az idős betegeknek különösen jó szívvel ajánlom, hogy kérjék az első pénteki beteg látogatást. És most hallgatom a újabb telefonálót, köszönöm a türelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, én vagyok a... Igen, és köszönöm a türelmét, itt vagyunk. É. Hallgatjuk az élőadásban. Hát, dicsértesek az Úr Jézus Krisztus. Én Máté Szalka mellől telefonálok. Bevándorló kárpátaljai vagyok. Na. 70 éves. Hát épp nézem, hogy nem sokan, pedig van soknak bónunk tévé, és nem sokan telefonálnak. Ez lenne az én problémám és a szívfájdalmam, hogy mi 20 évet települtünk át, és ugye nekünk nem volt hittam, meg tanítás, meg első áldozás, úgyhogy most, ahogy nézem már, vagy 5 éve ezt a Bónunk TV-t, meg a miséket, meg a papokat, meg a beszólásokat látom, hogy olyan, nem is tudok mit mondani, én olyan semmi vagyok ehhez képest, nem tudok menni, Mária Pócsra esetleg el tudunk menni, nem tudok sehova menni, zarándoklatokra, meg van önöknél szép Fatimai imaóra, azt tetszett mondani egyszer, nem ön volt, aki telefonált, hogy Fatimai imaórák vannak ott is Máté Szalkán? Igen, Máté Szalkán is, és az én szülőfalumba, Kárpátalján. És honnan van Kárpátaljáról? Az én Nevetlen falu. Nevetlen falu. Na volt tetszik onnan kell képzelni, osztálytárs. Hogy az én új laknál kell átmenni. Igen. Az én testvérem Fatimából hozatott szobrot. Igen, emlékszem, tetszett mondani. Mondtam. Beszéltünk, na, beszéltünk már, nem? Kievbe vitték, és onnan, igen, egyszer már beszéltünk, emlékszem önre, mondani, igen. Hogy beszél a kárpátalja élményeiről, de hát... Na majd akkor most hagyd mondjak gyorsan, mert el fogom felejteni. Nagyon szerettem Kárpátalján, háromszor voltam fiatalként Kárpátalján, és annyira megszerettem az ottani közösséget, hogy most tavaly novemberben kint voltunk, a háború kellős közepén, így mondom, Kárpátalján. Beregszászi plébániával felvettük a kapcsolatot. Igen. Kint voltunk most májusban is egy hetet, meghívtunk gyerekeket, fiatalokat táborozni, és most voltak nálunk egy hónapja 32 gyermek és 6 felnőtt Bodajkon. Teljesen ingyen és bérmentve ajándékba adtunk nekik egy hetet. Nagyon-nagyon szép volt. Budapesten voltunk, a Sobri Kalandparkban voltunk, Balatonon voltunk is hajókázni. Cukrászda, tekepálya, és hirtelen Székesfehérváron püspök atya fogadott bennünket,
És most tessék kapaszkodni, vagy hát így hagyd mondjam el az örömemet, hogy vasárnaptól meg Kárpátalján fogunk nyaralni. Idén úgy határoztunk, hogy nekem lesz még egy-két-három nap máshova is elmegyek, de az egyhetes nyaron Beregszászra megyünk a pásztorházba. A plébános atya vár bennünket, Molnár János Esperes atya, Esperes helynök úr, és paptársaimmal ott fogunk, Attila atyával, kispapunkkal, ott fogunk lenni. Most én kulisszatitkokat is elárultam, remélem, hogy a bodajki kegyhelyet nem ürítik ki az alatt, de hát lesz, aki ott fog, tehát nem lesz üres a kegyhely. Ezt csak azért akartam elmondani, hogy nagyon megszerettük a kárpátaiakat, és ezt a fajta barátságot, szeretetet, kapcsolatot, ezt fent kívánjuk tartani velük. Tehát támogatást viszünk ki, adományt, illetve ezt a táborozási lehetőséget láttam jövőre is szeretnénk. Láttam én ezt a tévébe, a hírnökbe vagy. Igen, volt igen, egy kis beszámoló, úgyhogy én nagyon most akkor beszámoltam az élményeinkről, hogy ebben a nehéz helyzetben különösen fontosnak tartjuk, láttam is valamit. Na de még ezt akarom mondani, igen. Hogy tetszik látni, itt tetszett mondani, hogy a kárpátaljai gyerekeket viszik nyaralni, meg minden. Igen. Mi itt vagyunk Szabolcsban, a kisebbik fiamnak 4 gyereke van. Igen. De mi soha sehova szegények nem tudnak eljutni. Hát tetszik, építkeznek. És a fiam alkoholista. Hát ezért ez szeretném, hogy imádkozz. De tetszik tudni, ilyen szakaszosan, de az az én gyermekem. Az nekem a szívem fájdalma. De a gyerekek csodálatosak, a felesége is olyan talpra esett, aranyos. De én nekem csak ez a múltkor már 2 évre apa hagyta, meg is indult a házat befejezt. És most arra szeretném kérni, hogy misét mondjon érte azon a bodajki gyönyörű kegyhelyen, hát ha megint összeszedi magát, és valahogy kikászálódik belőle. Fölírtam ezt a szándékot is. De hát nem tudnak menni a gyerekek sehova, 9 éves, 10 éves, hát nincs miből, az az igazság. Hát azért nálunk is voltak olyan plébániai táborok, ahol kedvezményesen a gyerekeket egy hétig táboroztattuk. Tehát azért biztos van lehetőség ott is, ezért kicsit olyan furcsálom, hogy... Tehát az olyan messze van. Én nem hozzánk, nem hát az ottani, hát a Mátészalkai plébánián is azért... Csak van lehetőség hát, erre, katolikus iskolába járnak. Katolikus iskolába járnak. Erzsébet táborokban a gyerekek pár száz forintért táboroznak napi nem szinten. Nem tudjuk hogy... mi azt elrendezni, nem tudjuk mi az analfabéták vagyunk. De még ezt akartam mondani, hogy igen. Mindig mondják a papok is meg, hát így mondom, hogy papok, mert mi nálunk így mondják, hogy imádkozzunk ezért, imádkozzunk azért, imádkozzunk amazért, naponta többször hallom, mert én nálam ez van bekapcsolva. Hát hogy értik ezt? Hogy lehet, hogy én paraszt vagyok, hogy újból kezdjem előről az imád, hát mit tudok én imádkozni? Rózsafüzét minden nap. De megkérdezzük a József atyát, mert itt ül velem szemben egy tapasztalt bölcs kollega. Neked mit jelent imádkozni, József atya? Hát az, hogy nem csak a szokott imákat mondani, amit tudunk, hanem fohászokat. Jézusom, bízom benned, Jézusom, segíts meg, Jézus, fölajánlom. Érted, ezt most elfogadom, oda teszem. Tehát, hogy saját szavainkkal is lehet imádkozni, oda téve, megosztva Jézussal, és akkor már az imának ez a lényege, hogy tudok hálát adni, tudok kérni, tudok engesztelni, és akkor már érzem, hogy erőt árad belőlem, és érzem az erőt, hogy Jézus egy betölt engem, ezt várja tőlem, hogy én is forduljak hozzá bizalommal, mindent mondjak el, örömet, bánatot, és ne csak kérjek, hanem adjak hálát, hogy most, Uram, köszönöm, hogy ez vagy az sikerül, hogy most meghallgattál, vagy most tudtam ezzel, hogy azzal beszélni, vagy megváltozott az élete. Nagyon köszönöm neked, és tovább is bízok benned, és mindent ezután megosztok veled, és mindent oda föld ajánlok, minden áldozatot, hogy te is áldozatattal győztél, én is azzal akarok győzni. Picit talán azt is még hozzátenném, hogy csodálatos. Érdemes József atyát hallgatni, mert sok bölcsességet tud mondani, de köszönöm, hogy betelefonált, és remélem, hogy örül annak, hogy a kárpátaljai testvéreinkkel is ilyen kapcsolatot próbáltunk kialakítani, nagyon meg segíteni örülök, próbálunk. Nagyon. Úgy köszönöm a telefont, jó lenne, ha egy misét, tessék már ide figyelni. Figyelek. Mindig közvetítik a misét, mindenhonnan.
Kárpáttal járunk, a mi falunkból. Biztos, hogy lehetne tönde most azért, ön is tudja, hogy milyen nehéz, azért, hát azért át kell jutni a határon, most háborús helyzet van, tehát azért nehéz, de én például most voltunk kint, Berek Dédáig búcsút tartottunk, és azt például közvetítették, nem a EVTN televízió, hanem a helyi Veritas közösség, és hogy jó látni. Valami más, aminek az interneten. Van egy telefonáló, úgyhogy elköszönnék öntől, hogy legyen ideje másnak is, de köszönöm, hogy beszélgettünk, és én őszintén nyíltan tudtunk beszélni. Imádkozunk a fiáért, egy aggódó édesanyja szeretetével. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen. Isten áldja. És hallgatjuk a következő telefonálót az élő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Halló. Ön van a vonalban, hallgatjuk. Én Tamár. Vagyok a vonalban? Igen, itt vagyunk József atyával az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én Kaposvárról beszélek, Erzsébet vagyok, hát már 75 éves, és olyan tiszteletteljes kérésem lenne, mert nekem is vannak egyéb problémáim, hát egészségileg nagyon sok van, de mivel hallottam itt, hogy az atya olyan kedves, hogy a kérésünket oda teszi a szűzanyához, és esetleg még egy misét lehet kérni. Persze. Hát a fiam kedden lesz 55 éves. Ő 2 éve voltak Bodajkon kirándulni, hozott is nekem egy szép ilyen kis állós Szűzmária Bodajképet. Aha. Én még nem tudtam elmenni, de megígérte, hogy anya elviszlek, és nagyon szeretnék elmenni így az ősz folyamán, mikor már nem lesz ilyen nagy meleg, mert menni se nagyon tudok, hát vinni kell. És az egyik az, hogy ő 55 éves Zsolt. Kedden 16-án lesz 55 éves Zsolt. Igen. És a másik pedig, atya kérem, hogyha olyat lehet, hogy a családtagjaim, az szüleim, mindenki már meghalt, hogy az élő és meghalt családtagjaim ér meg egy misét. Fölírtam ezt is. És nem lesz sok ez a kettő együtt, nem lesz sok atya, kérem. Nem, örömmel elmondjuk, ne érezzel. Köszönöm, mert hogy akkor fontos majd a mi templomunkba azért teszek be egy köszönöm. Kis nem, pénzt. Azt önre bízom, és azt nyilván tegye, hogy gondolja, de mi szívesen elmondjuk a Bodajki szűzanyánál. A misét, sok és a fiam ér egy misét. Isten éltesse a fiát is. Nagyon köszönöm. Jó, számoltam, akkor 20 évesen született. Nagyon nagy szükségünk van az imára, mert én is nagyon vallásos vagyok, vagyis most már depressziós lettem, tessék elképzelni, és ez annyira megzavar engem mindenben, az egész életemben, meg a mozgásképtelen, mert balesetem is volt, szóval annyi minden bajom összejött, és templomban sem nagyon tudok mindig menni, csak ha visznek, vagy hoznak, vagy taxival. Úgyhogy nagyon köszönöm most ezt a lehetőséget, és a Jóisten áldja meg a szolgálatukat. Sok kegyelmet, jó egészséget kívánunk, és Isten áldása legyen. És ha egyszer eljutok ebben az évben még oda, akkor megfogom az atyát keresni, mert én megismerem az atyát, hogy én voltam. Köszönöm, atya, dicsértessék a Jézus. Köszönöm, és hallgatjuk a következő telefonálót az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. József atyával hallgatjuk Önt. Imád szeretnék kérni misébe, vagy misét, nem tudom, hogy el tudom apit. Szent misében. Igen. Testi-lelki gyógyulásomért, és a betegségemből nagy gyógyulásáért, mert most beteg vagyok. És drága, aranyos kis családomért. Atya, nem hallom. Itt vagyok, csak írom föl, most annyira szépen tetszett mondani, hogy ezt szó szerint felírtam, hogy drága aranyos családomért. Igen. Mert szépen olyan jó hangzott, hogy köszönöm, hogy így szeretettel beszélt a családról, családtagokról. Mert sokszor olyan fájdalom van az ember szívében, nem beszél szülő, gyermek, unoka nem látogat, nem keresi a időst, és hogy jó hallani, hogy drága aranyos családért kell imádkozni, ez nagy ajándék. Igen, igen. Elmondjuk a szentmisét örömmel, és érezze azt, hogy ezt egy ajándékba szeretnénk adni Önnek. Hétköznapokon van bőven hely, lehetőség, hogy ezeket elmondjuk, és a Bodajki szűzanyánál felajánljuk az Ön nehézségét, és a kedves családért is a szentmisét. Nagyon szépen köszönöm. Vigyázzon magára ebbe a melegbe, és minden jót kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten áldása, kis hírünk, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
Egy negyed óránk van még a műsorból, ha valaki szeretne telefonálni, akkor most még van rá lehetőség, itt vagyunk József atyával, és egy kicsit elkezdtünk a Szent Gyónásról beszélni. József atyának nagy szíve van ebben, és nagy tapasztalata van ebben, sokan szeretik őt, sokan jönnek hozzá, és a zarándok csoportok is lelki nyugalmat találnak nála, amikor a Szent Gyónásokat elvégezhetik, vagy egy zarándoklat kapcsán készséggel áll atya rendelkezésre. Milyen élményeid voltak, amiket örömmel megosztanál a gyóntatással kapcsolatban, ami nyilván nem magát a gyónást, hanem inkább a kegyelmet érinti. Atya, tudnál esetleg erről beszélni egy picit nekünk? József atya? Én? Igen. Ja, hát tulajdonképpen tényleg megtapasztalja az ember Józsefnek az irgalmát. Ugye Isten mennyire lehajol hozzánk, és nem a bűn nagyságát nézi, hanem a bánatot. És ha van bánat, akkor van bocsánat. Tehát mennyire fontos ennek a hit megvallása és ez a tudat, hogy Jézus irgalmas Isten, aki nem a bűn nagyságát nézi, hanem a bánatot. És ha van bánat, akkor van bocsánat. Meg tudunk tisztulni, újra tudunk kezdeni, és érezzük az Józsefnek a lehajlását, és szeretetét, irgalmát, hogy én most bennünk szeret, bennünk szenved, miénk. És nem csak mindig a segítséget kell kérni, hanem kell tudni hálát adni, megköszönni a sok kegyelmet, amit kaptunk, és hogy ezután is kérjük, ezután is bízunk benne, és hozzá akarunk fordulni, és minden kicsit megköszönni, minden hálásnak lenni, és akkor ez is egy belső megnyugvás, lelki békét jelent, és ezt tudom kisugározni. És ez az, ami az ember megtapasztalt, de sokszor nem egyszer kérdezték tőlem, hogy atya, sokszor ott mindig tud mosolyogni. No, mert van rá okom, mert most megint megtapasztaltam Isten irgalmát, hogy a másik embert fölemelte, a másiknak megbocsátott, megtisztult, újra tud kezdeni, és érzi azt, hogy a Jóisten milyen irgalmas, mennyire erőt ad, és értelmes, érdemes őt kérni, ő benne bízni, és újból és újból kérni, és nem szabad föladni. És nem rögtön kell várni az eredményt, hanem az, hogy kitartóan. Van egy telefonáló József atya, nem akarom beléd folytani a szót, csak meghallgatjuk őt, és biztos lesz még egy kicsit idő, hogy folytasd ezeket a szép gondolatokat. Szeretettel hallgatjuk az élőadásban a telefonálót, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki, amen. Atya, szeretettel köszöntöm Önöket, én még először telefonálok be a kommunió műsorába, de időnként, rövidebb időkre bebekapcsolom a tévémet, és ez most is így történt, körülbelül egy órája hallgatom ezt a műsort, és hallottam az idős atyának az első beszédét is, ami nagyon megfogott, és ebben a pillanatban nekem szembe jutottak a gyermek éveim, amikor 4 kislány, ilyen 8-10 évesek voltunk, és közülünk egy a papi udvarba laktak. És minden vasárnap délután, litánia előtt után mindig ott voltunk ennél a barátnőnknél, ahol 2 testvér atya lakott, és az idős édesanyjuk. Őket Rácz Sándornak és Rácz Imrének hívták. Az egész életüket ebbe a Borsod megyei kis községbe töltötték, és szinte a faluba minden embert ismertek. És mi bejáratosak lehettünk ebbe a papi lakba bármikor, a 4 kislány. És emlékszem a hatalmas nagy könyves szekrényekre, ahol nekünk megengedték, hogy ott lehessünk. És most az atyát hallgatva kérném azt, hogy a kommunióba többször is, ha lehet így atya segítségével idős papokat hallgathassunk, mert nagyon megfogott engem most az atyának ez a 15 perces beszéd, amit hallottam én, és azt szeretném kérni, hogyha lehet ebbe a felajánlásba a 2 idős atyát és az édesanyjukat is legyen szíves felajánlani a Jóistennek az ő életüket és a túlvilági örök nyugodalmat kérem számukra. Ők már nagyon régen meghaltak, hisz én magam már 80. évenbe léptem. De szeretném kérni akkor ezeknek az atyák számára is a Szent Misébe a fölajánlást. Felírtam, és köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megerősített abban, hogy
hogy igenis szükség van arra, hogy egy idős atya tanúságot tegyen, önökkel igen, legyen, hiszen igen, sokan ebben a, igen, ebben a korban, ebben a életállapotban talán közelebb is érzik magukat a bölcsidős testvérhez. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a megerősítést. Nagyon szerettem őt hallgatni, és kérném a vezetőséget, hogyha lehet, igen, egy ilyen fiatal papa közreműködésével idősebb atyákat is hallhassunk így a műsorban. Köszönjük. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Van egy újabb telefonáló, csak lassan véget ér a műsor, van még egy 8-10 percünk. Hallgatom szeretettel az élőadásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Halló, itt vagyunk, igen, hallgatjuk. A Jézus Krisztus, Székesfehérvárról Mária vagyok. Azt szeretném mondani az atyának, kedves Tamás atya, óriási tisztelettel, szeretettel, hódolattal gondolok önre a tevékenységét, hogy ezt a drága, kedves, idős plébános urat ennyire nagy tisztelettel megbecsüli, szereti, tiszteli, és a másik atya is nagyon kedves, aki szintén szokott telefonálni. Igaz? Igen, igen, Attila atya, hárman vagyunk együtt. Igen, Fehérváron többször jöttünk Bodajkra, egy alkalommal éppen találkoztunk, és az öcsémmel még barátjával voltunk ott, és akkor éppen valami nagy készülődés volt, és nem tudott bennünket fogadni, mert énekórát tartott, vagy próbált. Na most azt szeretném mondani, hogy annyira példamutató ez a mai előadás, mert ön fehérvári, Fehér megyébe tartozó egyházközségekhez tartozik, és fogja ismerni azt, amit én most fogok mondani, hogy volt olyan, nem olyan régen, 10 éven belül egy olyan atya, akit a plébániájáról finoman szóval kitettek, és a képviselő úr adta át neki a saját házában lakást. Biztos, hogy tudja, hogy kiről van szó. Tudom, kiről van szó. Nálunk is sokat misézett az atya, akit nagyon szerettünk és tiszteltünk. Úgy van. Igen. Tudja, hogy a főutcán, stb. Azért nem, szeretném egy kicsit árnyalni a képet, hogy azért annak az atyának próbáltak méltó lakást biztosítani, és azért ő nagyon-nagyon idős volt már, a autót se biztos, hogy szabadott volna vezetni. Igen, de pont ez volt a szép, igen, pont ez volt a szép, hogy emellett viszont olyan szépen misézett, olyan jó volt vele lenni. Mi meg is hívtuk egy ebédre, emlékszem, pont a halál előtti héten, vagy 2 héttel ezelőtt együtt ebédeltünk, és olyan jó volt együtt lenni vele. Sajnálom, hogy így alakult a helyzet, de hát ott is azért bölcsebbnek kellett volna lenni, hogy autóban nem szabad ülni ilyen korban, ilyen állapotban. És igen, de köszönöm, én emlékszem, igen, nem titok, Lózi atyáról van szó. Ezért önnek akkora nagy tisztelet meg. Szeretném, hogy ne. Nem, én csak a kötelesség. Köszönöm, én csak a kötelességemet teszem. Köszönöm, én csak a kötelességemet teszem, és azt kívánom, hogy minden pap érezze meg. De teszi, de azért teszi ők is. Tehát, de én nem akarom magamat semmiben többnek, se másnak tartani, mert ez a kötelességünk, tehát... Drága, ismerjük, hogy milyen szerény, de nem utasítja vissza, mert ez igazság. Köszönöm. A barátnőmnek volt ez az atya a lelki gondozója, és nagyon jól ismertük, komolyan, és nagyon nagy tisztelet, hát hiába. Igen, na, igen. Megviselte őt is az élet. Igen, igen. De sok mivel szép példa van. Tehát, hogyha Fehérvádon is tudja nem, a változtatást. Igen, igen. Na jó, Isten áldja. Köszönöm, hogy betelefonált, és köszönöm a kedves szavakat. Isten imádkozzon áldja, értünk, hogy legyen erőnk, és tudjunk egymásra figyelni, van, és a fehérvárjakat meg külön köszöntjük, hiszen ott nőtt fel az köszönöm, ember. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm. Isten áldja. Dicsértessék, adjon erőt önökre. Köszönöm, köszönjük szépen. Isten áldja. Annyit azért hagyd tegyek hozzá a telefonálóhoz, és köszönöm a gondolatát, hogy azért a József atya egy jó idős ember, vele könnyű abból a szempontból, hogy én ezt őszintén mondtam az adás elején, és ezt most is mondom, hogy attól, hogy a test elgyengül, attól a lélek azért fiatal tud maradni. És József atya, ezt hogyan éled meg egyébként az időskorodat, meg a lelked fiatalságát, mert tényleg egy gyermeki
lélek van sokszor benned, amelyik nyitott mindenre és mindenkire, és sokszor a jóságodban is ezt megtapasztalják sokan, hogy így zárszóként egy pár szót szólnál még hozzánk, mert lassan véget ér a műsor, hogy mit üzensz az időseknek, hogyan éljék meg az időskort, hogyan tudnak a lelkükben fiatalok maradni? Hát tulajdonképpen tényleg a hitnek az ereje, hogy a Jóisten sok mindent megenged, de előtt is ad hozzá, hogy elkön fölül nem próbál meg. Mindennek megvan az értéke, értelme, és nem hiába, és nem szabad arra gondolni, hogy most sokszor lehet hallani, hogy Jóisten engem miért büntet, hogy most ezzel vagy azzal büntet. Nem büntet, hanem erősíteni akar, érlelni akar, és azt ajánljam föl, hogy te is mi mindent elszenvedtél, én is veled akarom elszenvedni, akarok kitartani, akarom oda tenni, és ezt a keresztet veled akarom vinni. Nem panaszkodok ennek, annak, finnek, fának, hanem neked panaszkodok, neked mondom el, és tőled kérem az erőt, a kegyelmet, hogy most nekem itt ad, hogy ki mondja azt, hogy legyen a akaratod, uram, érted, elfogadom, és értük olyan föl, értük, teszem oda ezt a keresztet, veled akarom vinni, értük föl ajánlva. Tehát ez a megosztás, ez a Jóistennek a belekapcsolása, hogy nem egyedül akarok villogni, vagy egyedül akarok Jézushoz fordulni, hanem a közösségben, és a közösségért, és együtt akarok Jézussal működni, és rábízva, hogy Uram, hogy a tagoratot, ha megengedted, akkor biztos terved van velem, úgy akarsz engem is elősteni, érlelni, akkor érdemeket szerezzek, és ezt a csendes tűrést ajánljam föl. És akkor már érzem azt, hogy Jézus most átölelt, látod gyermekem, ezt vártam tőled, hogy víz bennem, és akkor én erőt adok, és meg lesz a gyümölcse, meg lesz a jutalma. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk, és együtt szerkesztettük az adást, ha lesz még rá lehetőség, én örömmel elhozlak, és biztos, hogy színesebb lesz így a műsor, vagy gazdagodni tudunk mindahányan. A műsor vége felé közeledve egy szép Zsoltárt szeretnék felolvasni, Zsoltárból szeretnék felolvasni, bocsánat, részt, talán szépen összefoglalja ezt a mai imádságról, a kérésekről, az idősek tiszteletéről szóló részünket. Köszönöm annak a 19 imakérőnek is a szándékát, amiket elviszünk Bodajkra, és tényleg imádkozunk ezekért a szándékokért, szentmisét ajánlunk fel, és legyen ez egyfajta megajándékozottság és megajándékozhatóság részünkről, hogy ezt elfogadják a testvérek, és hagyj olvassam fel ezt a Zsoltárt így a műsor vége fele, a 118-as Zsoltár 73-tól 81-ig tartó részét, ami egyébként a mai napközi ima óránk első Zsoltára is. Nagyon szép olyan gondolatok vannak benne, ami ehhez a mai műsorhoz ide illik. Jobbot teremtett és formált meg engem. Adj értelmet, hogy megtanuljam parancsolataidat. Jámbor híveid engem látva örvendeznek, mert nagyon remélek igéidben. Jogosan ítélsz te, Uram, ezt jól tudom, igazad volt, hogy megaláztál. Jogos irgalmad vigasztaljon engem, ahogy szolgádnak megígérted. Jöjjön el hozzám irgalmad, hogy éljek, mert törvényed a gyönyörűségem. Jussanak szégyenbe, akik galándul bántak velem, én akkor is parancsaidról elmélkedem. Jöjjenek hozzám, akik félnek téged, akik intelmeidet ismerik. Jó és tiszta szívvel hadd járjak végzéseid szerint, hogy soha meg ne szégyenüljek. Az egyház imádságával közeledünk a műsor zárásához. Hoztam még egy verset, de lehet, hogy majd legközelebbre augusztusra tartogatom. Azt hiszem, hogy augusztus 16-án fogunk pénteki napon találkozni, és ha lesz erőnk, lehetőségünk, akkor József atyát is elhozom magammal. Addig is kívánok mindenkinek áldott nyarat, sok kegyelmet ebben a pihenésben. Tudom, hogy sokan, akik nézik a adást, nincs lehetőségük akár elutazni, az életük egy szobához, egy lakáshoz kötött, de kívánom, hogy legyen nekik felüdülés ez a televízió, aminek a működéséért sokat kell tudunk tenni, hogyha adománnyal támogatjuk, hogyha egy jó szóval segítjük, hogyha tanácsot adunk, akár a közösség szolgálaton keresztül. Én köszönöm a televíziónak, hogy mi is itt lehettünk a mai nap József atyával. Együtt gondolkozhattunk, imádkozhattunk örökkel, és tényleg köszönöm a sok értékes betelefonálást, hiszen jó volt megélni, hogy sokan követik ezt a műsort, és bátrak ahhoz, hogy hozzászóljanak, elmondják kéréseiket, örömeiket, és
bennünket, fiatalokat segítsenek abban, hogy tiszteljük az időseket pedig segítsék abban, hogy elfogadják a támogatást, a szeretetet tőlünk. Én áldott nyarat kívánok, sok kegyelmet, és kérem a Jóisten szeretetét és áldását mindazokra, akik ezt a televíziót nézik, és természetesen az EVTN televízió munkatársaira is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!